ez a Shakes and Fidgets, és mitől olyan különleges? A Shakes and Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Őrülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet, és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes and Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes and Fidgets, legyél te a legenda! Üdvözlök, nagyon sok szeretettel mindenkit, az én nevem Ludwig Kedri, és ez itt, hölgyeim és uraim, egy újabb élőadás, méghozzá egész pontosan 17 óra 6 perc van, és ha minden igaz, a mikrofonom is jó, meg én is jó vagyok, meg mindenki jó, meg izmosak vagyunk. Izmosak vagyunk, ez a lényeg. Na srácok, szervusztok, üdvözlök mindenkit, az én nevem Wolven Mekeri, és ez itt egy újabb élőadás lesz, egész pontosan 18 órakor. Egy nagyon régi játékot fogok játszani, amit ti szavaztatok meg, mert már kitettem már egy szavazást egyébként, hogy hát figyeljetek srácok, nekem fingom sincs, hogy miből legyen a live, aztán írtátok, hogy legyen a Jimmy. A legtöbbet a Jimmy-t szavaztátok meg, ugye a Kugli Kopaszt, úgyhogy srácok mindenféleképpen 18 órától Jimmy live.
Úgyhogy addig is szeretném, ha itt maradnátok, mert fogunk beszélgetni, meg közben játszok a Shake and Fidget-szal, amit is le tudtok tölteni, tudjátok, ez az egy órai szponzorált tartalom, aztán pedig 18 órától szokásos időben elkezdem a live-ot a Kugli Kopasz Jimmy-ből. Hát már nagyon várom, hogy kapjam a... Nagyon kemény lesz, és egy picit amúgy egy durván így, egy, úgy voltam vele, hogy figyelsz, ez oké, okay, hogy izé, hogy Jimmy, meg Kopasz, meg Kugli, meg izé, baseballzítő, meg ilyenek. Mivel régen volt ez a játék, és az egyik kedvenc horror játékom újra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megszavaztátok, megadtam a lehetőséget, tényleg úgy voltam vele, hogy ma bármiből lehet live, ti mondtátok, én meg szeretlek titeket, ezért én megteszek mindent azért, hogy jól érezzétek magatokat a csatornán. Hogyha Jimmy elkap engem a live-ba majd, akkor esetlegesen abba benne vagyok, hogy valaki, nem tudom, vagy donate esetében, és hogy 400 forint, vagy 200 forintnál is lehet már írni üzenetet? Akkor küldesz egy donate-et, azt hiszem 400 forintnál már tudsz írni üzenetet. Na most, ha Jimmy engem elkap, akkor valaki donate-ben feltehet nekem egy, hát egy kihívást, amit meg kell csinálnom. Persze csak ilyen kereteken belül. Most gondolok itt arra, hogy hívjam fel édesanyámat, mondjak neki valami vicceset, de nyilván normálisakat nagyon szívesen meg fogom tenni. Úgyhogy hát a viccesebb lesz így a live, remélem Jimmy nem kap. Ha Jimmy nem kap el egyszer se, akkor természetesen nem lesz ilyen, és én erre leszek vele. De nyilván mindent nem tudok megcsinálni, szóval olyat nem tudok csinálni, hogy tripla szaltózzak meg ilyenek, ha csak nem akarod, hogy megdögöljek élőadásban, de nyilván ezt nem akarod, mert szeretsz engem, remélem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Taratót az 1000 forintot. Tara, küldök az 1000 forintot, de nem visz hozzá üzenetet. Ez nagyon rosszul esik. Már 400 forintnál is üzenetet lehet írni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy 18 órától játszunk Jimmyvel, Kugli Kopasszal. Aztán meg meglátjuk, hogy mi lesz a vége, addig pedig játszunk egy kicsit a Shake and Fidget-szel, amivel egész pontosan már több mint egy hónapja már játszok, úgyhogy el is kezdem itt az első küldetésemet. Még mindig nagyon sok szeretettel szeretnék mindenkit arra megkérni, hogy vegyetek fel barátnak ebben a játékban engem, hogy minél többen tudjunk játszani. Mindjárt többet fogtok látni majd a játékból is természetesen, csak elkezdek egy küldetést. Úgyhogy 18 órától, mivel megszavaztátok, Jimmy Kugli Kopasz live. Addig pedig nyitok egy kis spriccentek egy teát. Köszönjük Jánosi Gergő! Mindig így tisztelek, Jánosi Gergő előtt mindig így tisztelek. Kifagyok. Szerbusz! Bib Houston, 200 vagy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és Niki, neked is köszönöm szépen, úgyhogy 18 órától, srácok, játszunk, addig pedig beszélgetünk Discordon. Aki szeretne velem beszélgetni Discordon, az majd jöjjön fel a Discord szerverre, azon belül is a live várószobában gyülekezzenek, és akkor majd én behúzom az embereket egyesével. Arra szeretnék mindenkit megkérni, hogyha valaki szeretne velem beszélgetni, akkor beszélj, itt a lehetőség, de arra szeretném tényleg kérni, hogy mikor lesz kérdéseket? Fogod-e majd folytatni? Mikor lesz-e még? Ezeket hanyagoljuk, srácok, mert nem fogok tudni veletek erről beszélni, higgyétek el. Próbáljunk meg ez alatt a pár másodpercben, amennyit így beszélgetünk, valami normális vagy froppáns kérdést feltenni. Ilyesmi, tényleg én úgy érzem, hogy azért velem lehet beszélgetni, de mikor lesz-e még? Fogod-e folytatni? Mikor lesz? Ezekre nem tudok válaszolni, meg nem is akarok. Mert erre nem lehet. Tudom, hogy ez egy kedvenc kérdés a videósokhoz, hogy lesz-e még, mikor lesz-e. Különben a videós találkozón is ugye mondtuk a kisgyereknek, hogy figyú, kérdezzél bármit, de azt, hogy mikor lesz, azt ne kérdezd. Ja, jó. És akkor elkezdi, hogy fogom-e folytatni a... Jó, mondjuk igaza van, ezt nem mondtuk, hogy ezt nem lehet megkérdezni, úgyhogy... Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a 200 forintot kedves Bib Houstonnak. És Nikinek is köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni a kedves csatorna tagokat innen, és itt van Kiara Kis, Jenna, Krisztián Gergely, Józsika Lakatos is itt van velünk, Évi Kerohai is itt van velünk, Barbika is itt van velünk, Taratót, Spiderhack, Mark Babai, Kitty Fox, Capricorn, és itt vannak kedves moderátorok, a hölgyek is itt vannak a moderátorjaink, és Yoshi! Bár mondjuk ő is lány, ja, ő nem lány, oké, mindegy. A moderátorokat ugyanígy fel lehet szedni, mert még mindig szinglik, úgyhogy egész pontosan tessék bezsebelni a hölgyeket, nem csak viccelek. Most talán ezzel szívhatom őket. A végén még kibanolnak engem is a saját Discord szerveremről. My God. Köszönöm szépen, ha valakinek tetszik a hajam. Szerintem most ultragáz, nem félsülködtem meg. De azért köszönöm szépen. Kungfu kacsa. Hallod? Kungfu. Csak szólok neked, tesó, hogy elkezdtem edzeni. Lassan egy hónapja tart, és már fogytam 4 kilót. Ha találkozunk, valamik videós találkozón. Készülj! Péter megfogja. Fú, kungfu kacsa, nagyon lefogad. Nem tudom, hogy mit írtál nekem, bro, valamelyik nap, hogy
melyik videós találkozóra fogsz eljönni, de nagyon várom azt a pillanatot, mert végre... Egyébként birkóztam is, úgyhogy... Nem, soha nem birkóztam. Csak gyorsan belestem a live-ba, hogy köszönjek. Szia Barbie, Szilágyi, köszönöm szépen a 400 forintot. Igen, akkor 400 forintért be, hát lehet üzenetet küldeni. Szerbusz, Dzsadzsa! Nevezhetlek Dzsadzsának? Dzsadzsa! Gyugyu, szerbusz Gyugyu, köszönöm szépen a 400 forintot. Hát ezt most nem a Misinek küldted, úgyhogy Misike most erről lecsúsztál. Há! Fú, ezt meg ne tudja az unok a testvérem, mert egyből lesz meg takösli. Na, közben átváltom a képet, srácok, azért kicsit beszéljünk már, légy szíves a játékról is. Hát ugye a Shake and Fidget ingyenesen letölthető telefonra, tabletre és PC-re is. Én ezt a karaktert húzom már veletek közösen egyes szintől, és nem sokára 21-es szintűek vagyunk így a live-ok alatt, amiben az egy órában szoktam játszani, ugye. 21-esek leszünk nem sokára, hát még nagyon-nagyon gyengék a karakterünk. Azon vagyok jelen pillanatban, hogy mindenféleképpen erősödjek, mert csak abban az esetben tudnék arénázni, meg fegyverbot, meg ilyenek. Ugye a küldetés alatt szoktunk beszélgetni a Discordon. Ugye ez a játék abban jó, abban is jó, hogy ugye ahogy fejlődsz a karakterrel, elkezdesz mondjuk egy 15 perces küldetést, akkor nyugodtan bezárhatod az alkalmazást, és tulajdonképpen ugyanúgy csinálod a küldetést közben. Szóval én úgy szoktam, hogy amikor valahol utazok, benyomok egy küldetést, azt hadd csinálja, aztán meg visszajövök, aztán meg ilyesmi. Nyilván itt live-ban én ezt nem tudom megcsinálni, hogy így eltüntetem igazából, úgyhogy azért szoktunk közben beszélgetni, meg közben ugye nézem, hogy mik az árusok, ugye vegyetek fel nekem barátok, én az egész pontosan Ovemekeri néven az 56-os nemzetközi világban vagyok elérhető. Van egy másik akuntom, de azt nem nagyon osztanám meg, mert ott tényleg csak a barátok vannak felvéve, mármint az olyan barátok, ne értsetek félre, akiket azért való életben is ismerek. Ezt az akuntot viszont nagyon szívesen felve, nyugodtan vegyétek fel barátnak, esetleg C-be is benne vagyok, csatlakozzatok, és így tovább, szóval ez ilyen kis fejlődős, de ilyen, nem tudom, én tök jól el vagyok a WC-n vele, utazok valahova, szóval én el vagyok ezzel a Gameszkóval, nekem semmi bajom nincs vele. Üdvözöljük újra Merci és Dominik. Itt van, Merci és Dominik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm azt a 400 forintot, Rotary May, és hát akkor jó szórakozás nektek a mai livestreamhez, kedves. Szerbusztok. Jánosi Gergő, annyira megszomjaztam, hogy Gergő, most iszok. Úristen, Gergő, ez a tea. Én nem tudom, a Gergő hogy csinálta, most tényleg, eskü, ennek a teának olyan íze van, mint amikor a szobadába jártam, és menza tea volt, de tudjátok még, ez a tipik, ez amikor van ez a kancsó, és akkor ilyen műanyag kancsó volt, és akkor azt öntögették mindig a dadusok, vagy nem tudom, hogy neveztük őket, már nem tudom, óvonénik. Egy az egyben ugyanolyan íze van, úgyhogy Jánosi, Gergő, nagyon-nagyon szépen köszönjük. ASMR. Yeah! Tényleg, tudom, hogy van több tutti juice is, de én mondtam a Gergőnek, hogy ne arra gudj Gergő, én nem nagyon szeretem a tutti frutti ízt, ezért nem iszok már ilyen energiaitalokat nagyon. De ez a tea, ez zseniális. Ez komolyan mondom, ez nagyon ízlik nekem. A többi az sem rossz, csak nekem nem ízlik. Tehát, hogy én, valószínűleg a tutti frutti íz miatt, de én ezt mondtam is a Gergőnek, de ez a teát, ezt úgy eltalálta. Itt van Pityu Channel. Pityu Channel, nagyon-nagyon szépen köszönöm a tagságot, úgyhogy te is részt fogsz venni a szombati nyereményjátékba, a csúcsúcsász nyereményjátékba, ha meg tudom tartani az élőadást, srácok, meg képzeljétek el, pénteken megyek fogorvoshoz, valószínűleg tömni fogják nem egy fogamat, lehet, hogy még kettőt is, nem tudom, hogy mennyire lesz fáj, tehát, hogy igazából nem érdekel, hogy mennyire fog fájni, mert meg akarom csináltatni a fogaimat. Inkább azon vagy a hangsúly, hogy másnap tudok-e majd beszélni. Tudok-e majd ilyesmi, szóval, ja. Úgyhogy az attól függ, hogy meg fogom-e tartani a Csucsú Charles live-ot szombaton, hogy milyen állapotban lesz a szám. Érted? Itt van velem, micsoda itt van? 400 forint úrán, dzsá! Itt van velem, Laura, nekem aztán mindegy, 56-os szeró. Igen, ott vagyok fenn, de tudod mit? Nekem akkor az lesz, hogy dzsá! Jó, úgyhogy innentől kezdve így foglak nevezni, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves 400 forintot. Köszönöm szépen. Na, srácok, ha összegyűltetek lassan amúgy a Discord szerver, akkor én azt tudom nektek, hogy akkor gyertek fel a Discordra ti is, mindenféleképpen. Ez miért megy, még erre nincs szükségünk. Oké, szóval lassan a Discordra majd én is felmegyek, meg ilyenek, addig egy kicsit még olvasok chatet, amíg itt ezt a küldetést megcsinálom 6 percen át. Kicsit még chatet olvasok, és majd úgy körülbelül a szponzor szín közepén felmegyek a live, és akkor beszélgetek egy pár emberre, mit szóltok hozzá.
Milyen hosszú lesz a livestream? Hát ugye most alapesetben én a livestreameket 18 órakor szoktam kezdeni, ami azt jelenti, hogy hát 18 óra, hát hogy olyan két, hát szerintem majd 8-ig itt leszünk, srácok, mit szóltok hozzá? Tudom, van, aki még suliban van, most ér haza, úgyhogy azért kezdtem 17 órakor, hogy ne az eredeti stream időből vegyük el ugye a játékidőt, hanem akkor kezdjük egy órával hamarabb, és akkor játszunk egy kicsit Shaken Fidget-szel, meg ilyenek, felvesztek engem barátnak, meg ilyesmi, és akkor majd közösen elkezdjük a Jimmy Live-ot, egyébként ti szavaztátok meg. Fogok még ilyet csinálni egyébként, hogy megadom nektek a lehetőséget. Ti fogjátok megmondani, hogy miből legyen végül is live, és akkor abból lesz live. Én benne vagyok mindig abban, én szeretem azt olvasni, látni, hogy mi az, amit szeretnétek egyébként a csatornán többet látni. Én szeretlek benneteket, úgyhogy én azt akarom, hogy jól érezzétek magatokat. Rossz a felvétel. Hát figyelj! Hogyha nem kaputelefonról nézed, akkor nem biztos, hogy rossz a felvétel. Azt írja, hogy rossz a felvétel. Na várjál, én ezt most meg fogom nézni. Milyen felvétel? Nem is veszem. De én most rámegyek a saját élő adásomra, és meg fogom nézni, hogy a felvétel valóban rossz-e. Hallod? Ez a felvétel nem lehet rossz, mert amióta új az internetem, azóta ez olyan mértékben egy rohadt erős internet, érted, hogy egyszer egy képkockát nem ejtettem még. Eddig ugye mindig az volt a baj, amikor Jimmy Live voltam, hogy ugye inkább a szolgáltatót hívkáltam, hogy mi van. Hát hallod, az, hogy rossz a felvétel tökéletes. Figyelj, felveszem a legnagyobb minőségre, ott is van. Tökéletesen fut. Szóval a Jimmy Live eddig mindig rossz volt. De majd most. Picsucsáján, köszönöm szépen a 600 forintot és ezt a vajembert, vagy nem tudom mi ez. Nagyon szépen köszönöm. Mondjak pár tippet a Dorsról, figyelj, a Dorsz Live-ban várok tőle tippet, de most nem Dorsz Live lesz. Meg tudod nézni a karakteremet a Shaken Fidget-ben azóta nyom, mióta videóban láttam. Capricorn, hát figyelj, hogy nézzem meg, mi a karaktered neved, ott vagy tesó. Ííí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 í nagyon jók a cuccait, sokkal jobbak, mint az enyémek, de azért nehezen haladok, ugye ebben az egy órában azért nehéz haladni. Meg ezt az akuntot csak akkor használom, amikor live van, de tesó, ez a karakter, ez le a kalappal előtted, bra. Így tovább, tesó, így tovább. Nagyon jól tolod, bro. Örülök, hogy te is tolod ezt a játékot, kedves Capricorn. Na. Jó a felvétel. Na, most meg már jó a felvétel? Persze, hogy nem rossz, gyerekek, ezzel az új internettel kb. Kétszer olyan nagyobb sávszélességgel tudok élőt tartani nektek. És hát szerintem nem nagyon kellene, hogy rossz, tehát nem kéne, hogy rossz legyen. Amikor lesz kérdésekre nem tudok válaszolni, illetve meg is kérem a kedves moderátorokat, hogy amikor lesz kérdéseket töröljük a chatről, teljesen felesleges megkérdezni. Nem tudok rá válaszolni, hogy mi mikor lesz a csatornán, remélem megérted végre, mert nem hiszem el, hogy ilyen sokszor elmondja valaki, de nem csak én, minden videós elmondja. Elmondjuk, nem tudjuk, hogy mikor lesz valamilyen játék. És nem bírod felfogni. Nem megy, egyszerűen képtelen vagy felfogni, nem tudjuk. Senki nem tudja. A János Gergő sem tudja, hogy mikor lesz Együnk. A Zsédav sem tudja, hogy mikor lesz Zsédav Adventure. A Dogjani sem tudja, hogy mikor lesz Minecraft. Az Ice Blue Bird sem tudja, hogy mikor lesz Subnautica. Az Owen Becker sem tudja, hogy mikor lesz Five Nights at Freddy's. Ez csak úgy jön, zsigerből, érted? Nem tudjuk megmondani, nem tudunk rá válaszolni. Nem tudjuk, nem tudunk. Megkérdezheted 50-szer, akkor sem fogok tudni rá válaszolni. Úgyhogy nagyon szépen kérlek, hogy fejezd be! Nem, egyébként viccen kívül nem tudunk rá válaszolni. És kedves moderátorok, akkor ezeket a kérdéseket törüljük, mert nem tudom elolvasni a normális kérdéseket. Köszönöm szépen. Mi ez a zene? Yoshi, atya úristen. Ez Yoshi édesanyád erre szokott mosogatni? Yoshi vagyok. Az a fecske gatyás. Mindenkit felszedek. Nőzök. A Final Fantasy-ban. Minden nőt felszedek. Yoshi vagyok. És tolom neki. Moderátor vagyok, de nem banolok ki. Senkit. Senkit nem banolok. Yoshi vagyok, a fecske gatyás. Oh yeah. 2 centi vagyok, de nagyon király vagyok. Nagyon szeretnek a nők, de mégsem vagyok igazi modi. A Péter mindig kibanol. Yeah. Yeah. Ennyit élsz, József. Remélem ezt hallottad. Ennyit élsz, Yoshikám. Ennyit élsz, Yoshikám. Most látom, nekem van 4 karakterem is.
Neyami. Azt a mindenét, négy karakter ez van ebben a játékban, kedves Jaja! Az nagyon, ez durva egyébként, az nagyon jó. Mindjárt még egy vége van akkor a küldetésemnek. Nem sokára felmegyek Discordra egyébként. Na, jó van, itt van. Olyan jók ezek az emberek, akinek Peti elmondja, hogy ne kérdezgessék, de azt mégis kérdezik. Nyugodtan meg lehet kérdezni, csak ki fogják törölni, meg ki fogják banolni akkor a moderátorok. Tehát, hogy magukkal csesznek ki ezek az emberek, nyugodtan megkérdezheted, hogy mikor lesz ez meg az, de akkor ki lesznek banolva. Sajnálom. A moderátorok ilyenek. Szőrösek, csúnyák, szigorúak, de itt vannak. Köszönjük szépen. Na. Én nagyon hülye vagyok, köszönöm szépen, ezt bóknak veszem, minden kedv kérdése, addig nincs értelme játszani. Pontosan Spider-Hack, nagyon jól látod, és sosem szeretek úgy játszani egy játékkal a csatornán, hogy semmi rohadt kedvem hozzá. Tehát valamikor nincs kedvem fnafozni, valamikor nincs kedvem játszani, ezzel krenizni, valamikor így hányok tőle, így rágondolok, és így nem, én nem akarok most ebből tartalmat gyártani. Aztán egy nap felkelek, és így én ma krenizek. Valahogy így bejön, tudod, egy ilyen nem tudom ezt az érzést megmagyarázni, de az, hogy mikor lesz kérdést, azt már évek óta nem tudunk válaszolni, és az a baj, hogy sok gyerek nem bírja felfogni. Tehát, hogy, na mindegy, annyi a lényeg, hogy én nagyon-nagyon szeretek olyan játékkal játszani, amihez kedvem is van. Jimmyhez most van kedvem. Meg ugye ezt most én mondtam, hogy nektek, hogy mi legyen, ezt szavaztátok meg, többen írták, több like jött rá, direkt figyeltem. Ha FNAF-ot választottak volna, akkor nyilván most FNAF lenne. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy nem lesz többet Five Nights at Freddy's a csatornán, csak hogy tudjátok, hogy van ez. Ne nézz a szemébe, egy következő küldetés 7 percért, nagyon jók vagyunk. Ez Jimmy Live lesz 18 órától, így van, és extrém módon fogunk játszani, Yoshira számítok, hogy segítsen nekem, igaz most oltottam ki a gyereket, de azért segíteni fog nekem. És ha elkap a Jimmy, akkor ha valaki donétel 400 forintot, amiben megírja, hogy mit tudom én, valamilyen büntetést. Azért donéljét be, nem azért, mert pénzélyes vagyok, csak azért, mert elpörög a chat, nem fogom tudni elolvasni. Úgyhogy ilyen kis kihívást tudok majd teljesíteni, de... Még egyszer mondom azt, hogy ugorjak ki az ablakon, azt nem tudom megcsinálni. Még egyszer, hogyha nem akarjátok, hogy meghalljak, vagy valami. Vagy mászok be a kádba, izével, kenyérpirítóval, ilyen. Nagyon király. Csúnyák? Nem csúnyák? Nem fognak kibanolni engem, remélem. Level 10 meg kell, hogy legyél a játékban. Yoshi, látod, de értesz, Jimesco, így van Claudia. Szerbusz, Afton, Claudia, örülök, hogy itt vagy. Milyen jó ez a lila. Porósakka. Gondolkodtam már egy lila poró sapkán, és amúgy tök jól néz neki, nem? Claudia. Most így a profilképedet elnézem, tök jó. Egyébként. Daggercice, ez tök kedvenc. Ove, mi a kedvenc játékod? Nekem nagyon sok kedvenc játékom van, szeretem a FNAF-ot, a Hello Neighbor-t, Csucsucsász most a legújabb kedvencem, szeretem a Jimmy-t. Hát ilyen horror játékok igazából, nagyon szeretem a horror játékokat, de szerintem ez feltűnt egyébként, így lehet 10 év után így lehet észrevetted, hogy Peti szereti a horrort. Pityu Channel, szerintem te vagy a legjobb videós. Mikor lesz? Pityu Channel. Rád is vonatkozik attól függetlenül, hogy donételtél, úgyhogy BAN! Nem vicceltem. Pityu Channel, nem tudom mikor lesz. Köszönöm szépen. Fel is függesztelek, de láttam, hogy nem érdekelt. Most miről van szó? Nem tudom, hogy miről van itten szó. Leszünk barátok a séget figyelve? Természetesen ezt az akuntot egész nyugodtan fel lehet venni. Úgyhogy let's go. Na, srácok 20-50, 30-kor felmegyek Discordra és beszélgetek veletek. Nagyon jó. Milyen volt a napom? Köszönöm szépen, jó volt. Edzettem, ma már egyet edzettem, és majd live után is fogok edzeni egyet. Nagyon megterhelnek amúgy ezek az edzések. Ugye elkezdtem mozogni itthon, súlyzózok, kardiózok, meg majd ha jobb lesz az idő, akkor sokat fogok sétálni, kocogni. És haladok, meg egyre jobban érzem magam, meg minden, de nagyon megviseli a testemet, nagyon kimerülök, tehát nem edzetlen állapotból, hirtelen elkezdesz mozogni, akkor nem vártam nagyon mást igazából. De nem adjuk fel, srácok, én megígértem, hogy ugye májusban lesz a születésnapom, én addigra lefogyok. Minimum 10 kilót én le fogok adni, 15 az lenne az álom, de ne legyünk tehetetlenek, azért meg kell dolgozni. Súlyzózás mellett jó kis izmom lesz, érted? Jól fog kinézni. Olyan hapsi leszek, érted? Beus! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hatónapos tagságot. Hello, végre, kopasz Jimmy. Köszi, nagyon szívesen, ne nekem, köszönt a közösségnek, ők szavazták meg.
Peti, szereti a horrort? Na ne, ezt nem gondoltam volna. Ugye antörnedezünk, de rég láttalak téged is. Mi a helyzet vele? Szerbusz Bernadett, Cseres. Üdvözöllek. Ha esetleg van itt egy olyan csatorna tag, akit nem olvastam be, azért elnézést szeretnék kérni. Ben, szerbusz neked is. Gregory Begi, Kung Fu Kacsa, szerbusztok. Itt az őrneveket látom. Korel, szia neked is. Sua is the best, nem? Sua csak egy mém a csatornán, Sua. Hát elmondom, hogy Yoshi kezdte Yoshi néven, aztán lett Sua belőle, nem, aztán lett Joshua, aztán lett Sua, most meg József. Igazából, ez ennek az embernek úgymond így a története, így a történet szála. Te vagy a kedvenc videósom, köszönöm szépen, ez nagyon jól esik. Mindjárt felmegyek a Discordra, srácok, aki akar velem beszélgetni, menjen be a live várószobába. Köszönöm szépen. És egyébként meg mindenkit várunk sok szeretettel a Discord szerverünkre. A csatornatagoknak érdemes is feljönni, ha esetleg még valaki nincs a Discord szerveren, de csatornatag, akkor mindenféleképpen gyere fel, mert külön rank jár neked azért, mert csatornatag vagy, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogy gyertek fel. Mi az, hogy ez mi? Ez Shake and Fidgets. A kopasz barak Jimmynek el lesz verve a popója. Hát Bálint, én nem tudom bántani a játékba, ő tud engem bántani állandóan, de majd Yoshi itt lesz, ő segít, megmondja, hogy merre kell menni, aztán extrém módba, ugye a játékot extrém módon fogom játszani, sokkal nehezebb lesz, mert hogyha Jimmy megver, akkor elveszítem a dolgaimat, és újra meg kell őket találnom. Nem tudom miért, de mindig a Discord letöltési oldalát nyitja meg. Anita, ha esetleg tényleg nem jó számodra a link, akkor megkérek most egy moderátort, hogy egy jó, tényleges linket küldjön be a Discord szerverre kapcsolatban. Köszönöm szépen. Még nem maradtál le nagyon semmiről, most éppen Shake and Fidgets-ezünk és küldizek, ami még egy perc van hátra. Welcome to my stable. Istálót is megnézem, hogy ez az istáló arra jó egyébként, hogy ugye ha megveszed, akkor rövidebbek úgymond a küldetések. Küldetés idők rövidebbek, ezeket érdemes egyébként venni. De a legkisebb a disznó, farkas, raptor, sárkánygriff, na az nagyon jó, de az viszont 25 gombába kerül. Can I help you? Oké, és fegyverbolt, ugye itt tudunk vásárolni potionöket, fegyvereket, ilyesmi itt a karaktered, én nagyon ronda vagyok, direkt a legrondábbat választottam. Itt vannak a kazamaták, ugye most nekem ez az epic boss fog jönni, 18-as szintű, ezt elvileg ütném, de még nem vagyok benne biztos, úgyhogy ezt még mindenképpen megvárom a 21-es szintet, aztán megnézhetjük igazából. Büszke vagyok rád, hogy sok mindent elértél. Nóra, nagyon szépen köszönöm, de majd akkor legyél rám büszke, amikor lefogyok arra a kilóra, amire én szeretnék. Mindenki mondta azt, hogy keressek fel egy edzőt, meg mit tudom én. Nem fogok felkeresni semmilyen edzőt. Nekem nincsen szükségem személyi edzőre. Én képes vagyok nélküle is elérni azt, amit akarok. Nekem nem kell az, hogy dirigáljon valaki. Nekem nem kell az, hogy TikTok live-ban, félpucéron, szemüvegben mondja, hogy mit csináljak. Nem kérek ilyeneket, nagyon szépen köszönöm. Ezzel most nem lealacsonyan akartam a személyi edzőket, mert nyilván biztos nagyon jó személyi edzők is vannak a világon. De csak azért felfogadni egy személyi edzőt, hogy én azt promózzam meg ilyenek, nem. Én úgy döntöttem, hogy szépen egyedül odafigyelek az étkezésre. Kedves párom, Ráhel nagyon finoman tud főzni, csinál nekem rengeteg párol zöldséget, halat, csirke mellett, odafigyelek az étkezésre, itthon súlyzózok, vettem egy súlykészletet, kardiózok, ilyenek, úgyhogy ja, tavasszal meg, amikor jobb idő lesz, majd sokat fogok sétálni, elmegyek majd kocogni, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy nekem nincs szükségem ilyen személyi edzőre. Én nem akarok lemenni terembe edzeni, mert alapból sem nagy a önbizalma, most az, hogy ott meg ott röhögjenek rajtam az emberek, meg ilyenek, én nem egyszerűen. Mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez nem ilyen ott, nem ilyen egy edzőterem, nem a lószar. Ott vannak kigyúrva az emberek, aztán alig várják, hogy tudjanak rajtad röhögni. Úgyhogy én nem, én úgy vagyok vele, hogy ezt egyedül szépen elérem, én leszek rá az ékes példa, hogy mindenki el tudja kezdeni, én egyszer felkeltem, úgy voltam vele, hogy én most ezt megváltoztatom, és azóta be is tartom, lassan egy hónapja, és tök jó vagyok, mert 4 kilóval kevesebbet mutatott már nekem a mérleg. Hát tökre jól érezte, tudod milyen jó érzés volt azt látni, hogy 99 kilót mutat a mérleg. Tudod mikor voltam én 100 alatt? Szerintem már vagy 3 évvel ezelőtt már biztos. Nagyon jó érzés volt így elsőre látni. De tényleg, ezt elfogadom, ez jó lesz. Köpőkobra. Ez a küldetés neve. Na, Owen nem kell edzni, hanem ennyi. Én kigyúrom magam, nem kell nekem hozzá.
Én vagyok a best, nem súlyan. Neked hogy van sárkány az istálóban? Nekem csak griff a legnagyobb. Nem tudom. Van istálomban? Sárkány griff. Fogalmam sincsen, megmondom neked őszintén. Nem tudom. Capricorn, nem tudom, én ezt így regisztráltam igazából, és így ennyi. Tehát én még azt se lehet mondani, hogy ez valamilyen szponzor akunt, mert látod, nincsen gombám, kevés a pénzem, nem tudom. Nekem ott van. Viszont 25 gombába kerül, szóval, és 50%-kal lerövidíti az utazási időpontalmát, meg az ilyeneket. Nagyon vicces vagy, Owen, köszönöm szépen. Szeretek viccelődni, nagyon bírom a személyiségedet, szerintem egy kedves aranyos ember vagy, csak meg kell ismerni téged. Nóra, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat. Hát igen, tudod, az a baj ezzel, ugye fel meg Discordra, az a baj ezzel, tudod, hogy nagyon sokan nem akarnak engem megismerni, viszont szeretnek ítélkezni. A kinézetem miatt rengeteg sarat kaptam már, mióta videózok, mióta ugye kivartam magam, tele vagyok tetoválva, én nagyon büszke vagyok a tetoválásaimra is, nagyon szeretem, ahogy én jól érzem magam, és most is azon vagyok, hogy még jobban érezzem magam. Sajnos sokan nem akarnak megismerni, hanem úgy vannak vele, hogy ugye a videók alapján kínos, amit csinálok. Én ezt megértem, én szeretek kínosan is viselkedni egyébként, szóval nem nagyon szokott az érdekelni, hogyha valaki azt mondja rám, hogy kínosok a videóim, számára kínosak. Én nagyon szeretek kínosan viselkedni a videókban. Csak az a baj, hogy amikor elkezdenek ugye személyeskedni velemmel szemben, én ezt megértem, hogy van alpári szemétláda, csótány ember, aki hiába vagy a világ legkedvesebb embere, akkor is belét fog kötni. Én csak egyedül azt szoktam sajnálni ebben az egészben, hogy nem is akarnak az emberek megismerni. Hanem fogják és így egy köcsög, mert videózik. Most bocsánat a csúnya beszédért. De közben 10 percet nem beszéltünk egymással a való életben. Fogalma sincs róla, hogy én milyen ember vagyok, hogy milyen rálátásom van bizonyos dolgokra, miről mi a véleményem, de ez nem is érdekli. Csak hogy addig így fogja és így, hát ez ellenszenves, hát ez nyomorék. Na igazából, ha valaki videózik és ne adj Isten az évek alatt kialakított egy nézőtábort maga köré, az akkor is egy nyomorult lesz mindenki szemé, majdnem mindenki szemébe, tiszteled a kivételnek, hogyha tényleg semmi rosszat nem csináltál. Tehát, hogy az a baj, ezzel nem lehet vitatkozni. Én nem is akarok senkit sem meggyőzni azzal kapcsolatban, hogy én milyen ember vagyok, de ha valaki veszi a fáradtságot és megismer, azt megköszönöm. És ha utána is azt mondja, hogy én egy bánatfejű vagyok, akkor azt mondom, oké. De legalább megismertél. It's cool, köszönöm szépen a Kokonsu csatorna tagságot. Hölgyeim és uraim, felmegyek Discordra, jó? És akkor befogok, amíg tart a köpő kobra küldetésem. Egyébként elértük a 21-es szintet, G to the G. Tehát amíg tart 10 percig ez a köpő kobrás küldetés, addig Discordra én befoglak benneteket húzni egyesével. Beszélgetünk egy pár szót, tényleg arra szeretnék kérni mindenkit, hogy amikor lesz kérdéseket, hanyagoljuk, nem tudok rá válaszolni. Na, Takösli. Owen, te vagy a legjobb ember a világon. Azért azt nem mondanám. Tehát azért vannak nálam százszor rendesebb emberek, már mint tiszt, érted? Na, szóval én csak magamat adom, igazából. Tehát, hogy az, hogy 31 éves vagyok és szeretek hülyéskedni, viccelődni, poénkodni, mémelni, én nem érzem magam attól még izének, rossz embernek. Nem tudok veled beszélni a live-áról szobában, mert másik te... Jó, hát semmi baj, hogyha nem tudsz jönni, akkor majd máskor jössz. Teljesen igazad van, te azt csinálsz, amit akarsz, és úgy vagy jó, ahogy vagy. Én nem is fogok megváltozni senki kedvéért. Tehát rám akárhány szülő rám írhat, hogy traumatizálom a gyereket, meg ilyenek. Rám akárki rám írhat, nem fogok megváltozni senki kedvéért. Igazából. Én a kezdetettől fogva bírtam azt, amit csinálsz, és nem is foglak megutálni, mert nincs okom rá. Köszönöm szépen, Nóra, ez kedves tőled. Peti, szerintem egy teljesen normális, jó szívű ember vagy. Köszönöm szépen, Jami, tényleg nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezt gondoljátok, és hogy így vélekedtek rólam, úgyhogy ez sokat jelent nekem. Na, felmegyünk Discordra, fél óra, 9 perc van még, és ugye 6-kor kezdem a Jimmy Live-ot, de tényleg vegyetek fel, légy szíves, a Shake & Fidget játékban barátként, én majd meg fogom nézni majd itt a leveleket is, és úgy látszik, hogy várjál, mert itt lesz event is, ez mindjárt. Várjál, van event, kérlek szépen, ma ráadásul, nézd csak, Elevator, ding, beszállás a liftbe, és itt a pokol lift. Na, hoppám, hogy most event is van, na, valami újdonság. Eseményekkel ünnepeljük, bolond gombaszüret, epikus és extravagáns bolt nyitás és bevásárlás. Na, gyerekek, event is van, itt a lehetőség, akkor most tolni. Na,
hol vagyunk. Atyúristen, mennyien vagytok, ennyi emberre nem fog tudni beszélgetni. Na, hát akkor én be is, hát akkor én behúzok embereket. Oké, okay, let's go. Na, szóval mindenkit arra kérek tényleg, hogy akkor toljuk. Kezdjük. Szebusz, kedves B. Szilvia, nem tudom, hogy hallasz-e engem, itt vagy-e? Velünk a vonalban. Le vagy némítva, de hogyha feloldod a mikrofont, akkor tudunk beszélgetni egymással. Az a baj, be van állítva a szerver, hogyha nem szólalsz meg 15 másodpercen belül, ki fog zárni, ki fog dobni automatikusan. Szilvi, válaszolj! Hello! Ez az! Hú, majdnem hallod, majdnem lejárt a visszaszámláló, és akkor kidobott volna a szobából. Örülök, hogy megszólaltál. Szia! Bocsánat, csak retek a hangom, mert fáj a torkom. Semmi baj, jobbulást kívánok. Hogy vagy? Rosszul vagy? Beteg vagy? Megfáztam. Így, az nem jó. Párom is beteg, képzeld el. De azért... Azt tudom, írta volt a tegnap, itt a Discordon. Na, de azért kézben tartod az ügyet, tehát azért nem vészes, nem súlyos az állapotod. Hát nem. Na, nagyon jó, és miért szerettél volna velem beszélni? Ja, én csak feljöttem. Ja, tök jó, akkor csak úgy furranom behúztalak. Tetszik amúgy a Discord szerver? Mi a véleményed róla? Hát... jó. Hát ez nem volt valami meggyőző, kedves Szilvia. Hát csak a tegnap töltöttem le, úgyhogy... konkrét véleményem. Ó, értem. Értem. Hát akkor még kell vele neked egy kicsit... ismerkedni. Na jó, Szilvia, van-e valamilyen kérdésed gyorsan, mert nagyon sokan várnak, és próbálok ebben a fél órában beszélni. Nincs? Az se most, baj. Most nincs. Jó van, hát akkor én azt... Mászikin hogy van? Tudod a cipel. Mászikin... nagyon jól van, most így körbenézek, de nem látom sehol, valószínűleg elbújt, vagy alszik valahol. Általában ilyenkor szokott aludni, aztán este szokott randalírozni. Ilyen macska módjára. Úgyhogy jól érzi magát, nagyon szépen köszöni az ő nevébe is. És hát akkor minden jót neked, maradsz a live-ba? Igen. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked akkor, Szilvia. Minden jót. Köszönöm, neked is. Szia. Hát ez kedves volt, jöhet a következő. Szerbusz, Linda, ugye? Szia, Peti. Hello, L szívecske, Nda. Hogy vagy, mi a helyzet? Én meg vagyok, minden jó. És te hogy vagy? Jól vagyok, de biztos minden rendben? Ugye a hangodon, mintha olyan kis valami probléma lenne. Jaj, nem, csak nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy tudok veled most beszélni. Na, nagyon örülök, hogy örömet tudtunk neked okozni ezzel a beszélgetéssel. Hogy tett a napod? Hogy vagy? Én nagyon jó vagyok, nagyon jól tett a napom. A testvérem barátnőivel elmentünk helyekre, és nagyon jól éreztem magamat. Na, ez nagyon jó. Ez tök jó, hogy suli után, vagy hogy? Itt Szlovákiában, itt most nincs iskola, szóval egész héten szünet van. Ja, te Szlovákiában élsz. Azt a mindenit. Igen. Hogyhogy igen. Nincs? Bocsánat, hogy megkérdezem, hogy nincs suli? Hát, ha jól tudom, valami ünnep van, vagy hogy... és tavaszi szünet van, bocsi. Tavaszi szünet van, tavaszi és ez mi tavaszi szünet van. Most van tavaszi szünet. Nekünk igen. Azt a mindenit. Ez azért durva. Hát jó, hát akkor örülök, hogy jól telt a napod. Esetleg valami kérdésed van? Hát most így hirtelen nézd, de majd következőleg majd kérdezek valamit. Jól van, oké, semmi baj, semmi gond. Ha nincs kérdés, az sem baj. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hívok mást is, jó? Mert sokan vannak. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót neked, szia! Kösz. Na, erre kidobja akkor, mikor megszólalt volna. Na, menjünk sorjon szépen. Attika! Jézusom! Attika, itt vagy? Atus? Ati? Hello? Attika, itt vagy? Szia! Halló, halló! Igen, hello! Ó, szia, van! Na, szia, mi a helyzet? Én vagyok! Hello! Ó, elnézést, elsőre megijedtem. Elsőre megjöttél? Hogy érted? Nem, megijedtem. Ja, megijedtél? Bocsás, semmi baj, mi a helyzet? Hát, köszi, jó van. Neked sem volt ma suli? De sajnos ma volt, de már holnap után nem kell menni pénteken, mert tanárunk másokkal fog foglalkozni, ilyen másik osztaggal, mert kettő osztagom. Osztag?
Hát úgy érte, hogy ilyen, van, aki ilyen matekász, meg ilyen nyelvész, ja, és akkor a nyelvész verseny lesz. Értem. Ja, jó van, oké, oké. De hát annyira azért nem gáz a suli. Vagy de? Hát, kicsit. Na miért? Mi baj van vele? Hát nehéz mostanában. Hát ez ilyen, egyre nehezebb lesz, de én szerintem te meg fogod oldani. Hát, hogyha te így látod, akkor biztos. Hát én bízok benned. Figyelj, a matekot szereted? Hogyne. Én se. Én is így vagyok ezzel. Én nem szeretem, nagyon nem jó. Tényleg akkor szereted? Akkor én is elutáltam. Ja jó, megértem. Na és van-e valamilyen kérdésed esetleg, Ati, vagy bármi? Ati? Oké, okay, akkor nincs. Ati, közi azért, hogy itt voltál, nem tudom, kiléptél-e, vagy nem tudom. De nagyon szépen köszönjük. Na, jöhet a következő. Gyorsan. Szerbusz Zoé, hallasz engem esetleg? Zoé? Zoé, meg kell szólanod, mert 15 másodperc múlva kidob. Automatikus. Jesus, de megijedt. Úristen, mindig elfelejtem, hogy nagyon hangos mindenki. Szerbusz Zoé, hallasz? Igen. Szia, hogy vagy? Jól, és te? Én jól vagyok. Hogy érzed magad? Fú, nagyon fiatalos a hangod. Megkérdezhetem, hány éves vagy? 8. 8 éves vagy, Zoé? Úristen! Azt a mindenét! Szereted a videóimat? Vagy mi a helyzet? Igen. Na és mi a kedvenc videód? Mindig felmegyek a lábaidra. Ez nagyon aranyos, de mi a kedvenc videód? Mindegyik. Na ez a jó, Zoé, 8 éves Zoé, ez a helyes válasz, nagyon szépen köszönöm. De azért csak van valamik, amik a, na mondd meg őszintén, azért csak van, amik a legkedvencebb. Ilyen nem nincs, már az összes. Oh, és mióta nézel? Azt nem mondod, hogy 4 éves korod óta, mert kiájulok. Régóta. De úgy körülbelül egy év, kettő. Ilyen egy hónap. Egy hónapja? Hát akkor te nagyon friss néző vagy. És vannak. És szüleid kedvelnek engem, vagy ők is azt mondják, hogy egy kicsit olyan kínos vagyok? Anya, az meg téged nem ismer. Ja jó, igen. És mi lenne a kérdésed? Az lenne a kérdésem, hogy privátba be tudlak barátnak jelölni? Nincs rá szükség. Igazából nincs rá szükség, mert Discordon ugyanúgy elérhető vagyok mindenki számára, itt szoktunk beszélgetni a csevegőbe, meg ilyenek. Oké. Okay. Én nagyon büszke vagyok rá, nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt kérdezted meg, és nem az, hogy mikor lesz. 8 évesen. Sokan példát vehetnének rólad. Zoé, ha nem haragszol, én most hívok más is beszélgetni, jó? Nagyon szépen köszönöm. Okay. Nagyon kedves volt, és köszönöm, hogy beszélgethettünk. Minden jót neked. Oké, okay, neked is. Szia. Hát vannak nagyon fiatal nézők is, de ugye ez nem jelenti azt, hogy ugye ő nem nézheti, csak hát ugye ez a csatorna nem kifejezetten gyerekeknek gyárt tartalmat, még annak ellenére is, ha tudom, hogy nagyon sokatok fiatal, de ugye én nem nagyon tartozok emiatt felelősséggel rátok, ezt mindenki eldönti, vagy anya engedi, hogy nézze az óvemeket, üvöltözik a horroron, vagy nem, azt már otthon döntik el, nekem ez semmi közöm. Nagyon szépen köszönöm. Na, a Vodka Reginát behívom, az egyik moderátor, jósnő moderátorom. Szerbusz Vodka Regina, random bedobott téged a rendszer, mondjál valamit. Regi? Az egyik moderátoromat dobta be a rendszer, Regina, ha gondolod valamit. Itt vagyok. Szerbusz, téged dobott be a rendszer. Ha már így alakult. Milyen véletlen. Ugye? Moderálsz egyébként? Természetesen. Hala. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Figyelj, ha így alakult, akkor én gyorsan át is léplek téged, viszont azt gyorsan elmondom, hogy Reginának van egy TikTok csatornája, azt tessék bekövetni. Találkozunk a chatten, Regi, itt vagy? Persze, itt vagyok. Jó, bocsi, téged dobott be. Oké, okay, Regi, ennyi. Na nézzük a következő emberünket, kérlek szépen. Szerbusz kedves Z in the Dark. Ez akár lehetne egy horrorjáték neve is, ez a Z in the Dark. Hi, you hick! Sajnos meg kell, hogy szólalj, tesó, mert ha nem szólalsz meg, akkor baj lesz. Na, nem az, nem lesz baj, nem lesz összecsapás, csak ki fog dobni a rendszer. Z in the Dark. Tesóms, itt vagy? Nincs itt. Nincs itt, hölgyem és uraim. Nincs. Hello. De, hallod, az utolsó pillanatban szólalsz meg. Majdnem kidobott a rendszer. Szerbusz Z in the Dark. Hogy vagy? Jó, kösz.
Hallod, ez a név, ez honnan jött? Ez szabad egy kicsit érdeklődni esetleg, hogy ez honnan jött ez a név? Hát, a Discordot, azt nem tudom átállítani. Bocsáss meg, de ebből szinte semmit nem értettem, legalábbis én. Az jó. Belaggolt a hangod. Most is? Most nem, most tökéletes. Na, szóval igen, hallgatom. Hát nem tudom. Csak úgy. Figyelj, hogy ha egyszer arra vetemetsz, hogy egy horror játékot akarsz csinálni, akkor ez legyen a címe. Én azt mondom. Mit szólsz hozzá? Szereted a horrort? Okay. Srácok, nem kell megijedni, nem kell kilépni. Mert itt csak beszélgettünk. Na jó van, let's go továbbra is. A Klüklops né. Klüklops? Hello. Szerbusz Klüklops, végre egy jó név, atyaisten. Hát... Igen, hallod, elég jó. Várjál már, hallod, a profilképed az egyik live-on, a izéből van? Nem, izé, a haverommal játszottam Phasmophobiát, az izé. Hallod, nagyon király, ez a kép, ez nagyon jó, hallod. Hirtelen azt hittem, hogy valamelyik izé régi videómból van, de nem, ott is voltak ilyenek. Mi a helyzet veled, Klüklops? De miért pont Klüklops? Nem tudom. Egyszer mondta arra, állj, csak nem veti erre. Az az egyszemű nagy óriás lény, nem? Aha. De hogy lehet ilyen szó, hogy Klüklops? Na és mi a helyzet? Miért szerettél volna velem beszélni? Hát igazából én csak bejöttem, ahol még most is sékelek nagyon. Ja, játszott is a Shaken Fidget-szel, vagy micsoda? Nem. Ja, nem, hogy... Ja, félreértettem, várjál. Izé. Félreértettem, bro. A Telekom nem jó szóval. Igen, Ugye a Telekom nem jó, igaz. Ne mondd ezt nekem, én most váltottam át arra, hallod, most csúszik a hangod? Klüklops itt vagy? Csúszik, mert... Klüklops... Ez egy szegény srác, hallod, így próbált beszélni, de így csúszott a hangja, és most... Szét is kapcsolta a rendszer. Szegény Klüklops, azért köszönöm, hogy itt voltál, bro. Brucsi. Na, itt van Szebuti. Jól mondom a nevedet, bro. Szia. Csá. Szerbusz, bro. Hello. Tök jól néz ki egyébként a profilképed, az a te karaktered, ilyen Minecraft. Aha. Van nálam is karakterem is, ja. Na, csinálsz videókat is? Persze, ja. Na! Alapokat. Na! Csinálsz izéket? Minecraft meg ilyenek? Vagy mi? Videó? Hát azaz, igen, igen. De most viccen kívül kérdem, tényleg? Tényleg ilyen szoktam. Rád keresek, jó? Szebuti. Olyan. Áj, de itt az emberünk. 287 feliratkozó? Most kezdtem. Aha. Az most legutolsó videót nézd meg, már az első kettő ezzel hágatlan. Á, már van szervered is. De 5 hónappal ezelőtt miért hagytad abba a videózást? Össze-vissza van, nem tudom, tehát mondom, akkor van kedvem, nincs, aztán így. Ja. És van szervered is? Nem, ezeket a szervereken csinálom. Tehát ebből adom, amelyik a szerverre tetszik, megadják a médiát, és akkor ott live-val tökkel vagyok. Az tök jó, megvan amúgy szerkesztve a videód. Ez tök jó. Hát köszönöm, a vágónak teszed. Jó, hát srácok, Szebuti csatornáját, ha szeretitek a Minecraftot, hesszeljétek meg. Aktívan kezdesz el videózni, vagy csak így, amikor eszedbe jut, és akkor? Össze-vissza, nem tudom, hogy nagyon hogy kezdem, inkább úgy hobbiként nyomom egyelőre, érted? Szerintem toljad neki, hát most miért nem? Lehet, hogy pár év múlva meg már akkora leszel, hogy... Hát... Minecraft videóban. Jó, de hát azért most nem akarok senkit sem megbántani, de azért a Minecraft szekcióban kellene most már egy-két olyan Minecraft tartalomgyártó, aki nem csak a gyerekeket nézi hülyének, hanem normálisan. Hát igen. Már most nem akarok senkit sem nevén megnevezni, de azért van egy-kettő Minecraftos, aki szerintem szégyent hoz a Minecraftra, és azokra a Minecraft tartalomgyártókra, akik valóban ténylegesen szeretnének ebből a játékból olyan jó tartalmat gyártani. De ez az én véleményem. Neked minden esetre sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. És hát akkor esetleg egy kérdés gyorsan, mielőtt még behívok valakit. Nagyon nincs. Jól van, hát akkor minden jót neked, és jó videózást. Vigyázz. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szebuti csatornája. Gyerekek, én nagyon szívesen megnézek mindenkit, aki most kezdett el videózni. Én is kezdtem valahol, tudom milyen az, hogy elkezdeni.
Én annyit tudok minden nyíltaknak mondani, aki videózni szeretne, hogy kitartóan, türelemmel kell csinálni, és a legfontosabb, hogy magatokat adjátok. Ne kezdjetek el ilyen idióta tartalmakat gyártani, az enyémnél biztos, hogy jobb lesz. Úgyhogy mindent, sok én veletek vagyok, lelkileg, testileg, szellemileg. István, én kaszás, nagyon szépen köszönöm a tagságot neked is, minden jót, és hát akkor még van egész pontosan kb. 10 percünk. Úgyhogy még húzok be embereket. Bro! Jézus úristen! Bro! Tesó, hallod? Ez a profilkép. Ez a nevem öregíts, jó hard, ugye ez az? Igen. Yeah. Na mi a helyzet? Hát, még élek. Hallod bro, nem vagy valami túlbeszédű, rossz kedved van? Rossz napod volt? Tudod, Csuli, minden. Az a mi a baj? Gáz van? Osztálytársak csak a szopi. Bántottak? Őszinte. Hát... Beszóltak? Olyasmi. Megverjük őket? Hát... Menjünk rá? Kihajnám, köszönöm szépen. Miért? Hát fia, oda megyünk, érted? Nem, mondjuk az erő híve. Én se, de majd csak lesz valami, tehát azért na. Érted? Végül is majd lesz. Feltolom, érted? Michael Myers, itt feltolom, oda megyek, érted? Én... Másodjára kapok szívrohamot ma. Na miért? Mi volt az első? De, hát a legelső az, hogy egyik haverom kiúrta a vészébusz, úgy megijesztett, hogy... Ja, én nem akartalak megijeszteni, elnézést. Nem baj. Na és miért szoktak, hirtelen jött. Miért szoktak téged bántani? Ami csak tudnak, igazság szerint, az, mindig megtalálják. Az a vicces, hallod, most viccen kívül mondom neked, de nem te vagy az első olyan nézőm, aki arról számol be, hogy csesztetik az iskolába. De miért nem? Nem vagy velük jóba vagy? Vagy nem igazán vagyok velük jóban, igazság szerint. Hát, mondjuk lehet van oka, nem? Tehát, hogy azért nem jó fejek. Annyira nem. Beképzeltek? Úgy is lehet mondani. Göndör a hajuk? Oldalt fel van nyírva? Nekem göndör a hajam. Ja, bocsánat, elnézést. Neved magadra. És hogy néznek ki? Hát így az a tipikus 20 kilós sávot tudod, el tud képzelni. Igen, a szemem előtt vannak. Igen. Ez inkább most pöccintem őket, nehogy ilyen. Legyél okosabb. Én is csak vicceltem, hogy ezért. De hát azért remélem, addig nem szokott elfajulni a dolog, hogy ütögetnek meg ilyenek. Egyszer megütött valaki, de aztán inkább, hát visszavonultam. Nem szabad! Hallod, hogyha valaki téged úgy, akkor állj ki magadért, mert addig jobban fognak téged csesztetni, mert látják rajtad, hogy veled ezt lehet csinálni. Én annak a hívva vagyok, hogyha egyszer megüt, akkor bocsátok én, akkor oké, megbocsátok neki, de ha még egyszer megüt, akkor nem állok le. Elég érdekes felfogásod van, ha engem valaki megüt, én izomból visszaütök. Mindenkinek adok egy második esélyt azért. Jó, most az, hogy esély, én megértem teljesen, tehát jogos, amit mondasz, de hogyha valaki oda megy és indokolatlan, tehát nem is az, hogy indokolatlan, hanem tényleg oda megy és rád ver egyet, akkor hát, kérjél bocsánatot? Szerinted bocsánatot fog kérni? Nem, annak egy mi van? Az ennyi, érted? Az már mi van? Nem, jó, én ilyen vagyok. Én sem szeretem az erőszakot, de önvédelem az kell. Én azt mondom. Ja, azt aláírom, igen. Egyetek. Én azt mondom neked, hogy kitartást, jó? Hát, köszönöm. Figyelj, megadom a telefonszámomat, bármi baj van, csörgessé, bátya, ott vagyunk, Levi, meg én ott vagyunk, Levko itt van, nem tudom, mit van a Levivel, érted? Rendet pakunk, nem vicceltem amit. Jó van. Remélem vigyázol magadra. Van valami kérdésed? Vigyázik. Őszinte, nincs. Jó, hát akkor minden jót neked. Én azt tudom mondani, és kitartást. Jó további életet, minden jó jelent. Gyere fel nyugodtan a Discordra, beszélgess velünk, ha valami baj van. Rendben. Szia. Jó. Gyerekek, nagyon jó lenne, ha nem verekednétek, jó? Mert ez nem jó dolog. Gyere bátya, meg kell, ennyi, érted? A gyerekek, én nem úgy, egyszerűen, mint én nagyon rosszul vagyok, az az iskolai szekálás. Tehát amikor kifognak egy embert egy közösségbe, és elkezdik cseszegetni. Fúristen, de utálom azokat, te! És tudom, hogy milyen érzés az, amikor nem mersz felszólalni, meg minden. De nem szabad, ki kell állni magunkért, srácok, mert ha kiállsz magadért, akkor látják, hogy veled ezt nem csinálhatják. Tehát, hogyha visszahúzunk fülünk farkukat, így jó, én nem akarok. Persze, az semmi nem jó, de muszáj néha egy kicsit, na! Érted? Az mindig nagyon rossz, hát igen. Cat of the Moon, nekünk már Szlovákiában rég szünet van. Szia anya, te is itt vagy? Szervusz, drága anya. Már mi nem az igazi édesanyám, csak van egy moderátor, akit anyának nevezünk, mert van neki 5 gyereke. Vagyis 3? Jó van, tudod, hogyha hülyiskerek.
Na, srácok, van még idő, egész pontosan 4 perc. Na. Gyerünk. Bocsánat, ha esetleg nem tudok valakit behívni, közben meg itt mi történt? Nem tudom. Szia, kedves proxy! Hallasz engem? Ha-ho? Szép jó estét kívánok! Hallasz most? Jaj, úristen, igen, kicsit megijedtem, szervusz! Járok! Semmi baj, egy picit megijedtem. Mizu, hogy vagy? Én csak azt szeretném neked megmondani, hogy... Hogy... Francba, fogadjunk! Ja, jó! Igen? Nem szeretném magam sajnáltatni, de 2 hete volt egy nagyon súlyos műtétem, és hát én megmondom az őszintét, hogy a 8 ágyos szobába maxon, fülhallgató nélkül néztem a videóidat, és röhögtem rajta. Szóval videón keresztül tartottad bennem a lelket elég szépen, szóval ezt meg szeretném neked köszönni, Peti. Nagyon-nagyon szívesen, nem meg szabad tudni, hogy milyen műtéten vagyunk túl? Egy életmentő műtét volt. Jézus! Bevéreztem, és hát igazából köldök le vagyok vágva, mint egy császárnál. Nem tudom. Hát volt egy daganat a petefészkembe, azt kivették, és én amiatt bevéreztem. Igen, és most Mizu, hogy most... Hát ugye köldöktől lefele vagyok vágva, mint egy császárnál. De megvan a tested. Vagy félreértettem? Bocsáss meg. Igen. Ja, értem, jó van, azt hittem, hogy ketté vagy vágva. Ne! És ott vagy. Igazából valószínűleg egy császármetszés. Ja, értem. De most már jól vagy akkor. Hát akkor az is... A társaim már mondták, hogy kapcsolja meg ezt az idiótát, mert őket idegesítik. Hát akkor üzenem nekik, hogy kapják be. Nem, egyébként semmi, nem, a viccen kívül tényleg remélem, hogy minden rendben veled, remélem, hogy jól vagy. Rendben. Jó, hát akkor ez nagyon, hát akkor ilyenkor nem tudom mit mondanok, hát csak jobbulást kívánok, vagy kitartást, vagy ilyesmi, és örülök, hogy tudtam segíteni mindenféleképpen. Esetleg bármilyen... Igen? Nem. Hát igazából annyi, hogy ne hagyd abba. Szóval szerintem nagyon sok embernek mosolcsa lesz az arcára egy előadása vagy egy videóval. Igazából ez a cél. Semmi más. Igazából, tehát engem nem érdekelt. Tehát ha téged is meg tudtalak nevetetni, kicsit el tudtam felettetni az akkori fájdalmakat, nehéz időszakokat, akkor igazából már megért a dolog. Én nagyon örülök, hogy jobban vagy, és remélem, hogy nem fog ez többet előfordulni. Legyél nagyon egészséges meg minden. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekem. Tessék? Ezt kívánom neked is, legyél egészséges. Köszönöm szépen, hát azon vagyok, azért elkezdtem itt edzizni, meg ilyenek. Hát minden jót, kitartás neked, vigyázz magadra. Neked is, Peti. Szia. Szia. Fú, hát ez tök jól esett. Vörös Ambu, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hú, hallod, már még megijedtem, hogy ketté van szegény proxy vágva, de nem, jó van. Vörös Ambu, nagyon szépen köszönöm a tagságot, neked is üdvözöllek itt a csatornán. Oh yeah. Hát igen, srácok, látjátok, azért nehéz időszakok vannak az ember életében, de örülök, hogy tudok segíteni, ez az egész. Na, srácok, van még egész pontosan 0 időnk, de azért egy utolsó embert, nem tudok, egy utolsó embert azért még behívok, jó? Lucaréka, itt vagy? Te vagy az utolsó emberünk, akivel tudunk beszélgetni egy pár szót, mert utána kezdődik a Jimmy Life. Haló? Kedves Luca? Kilépett. Hát akkor srácok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, de a Discord beszélgetés része az ennyi volt. Tudom, hamar eltelt az idő, 6 óra van, ezt a küldetést még mindenképpen megvárom. Úgyis később kezdtem el ezt a játékot is. Atya, úristen, anyukám, 55 hónapja vagy tag a csatornán. 55 hónapja ez az asszony. Fogja és így cáááá. Ez az asszony, ez a Cat of the Moon. Egy személyes jó barátom, nagyon régi moderátorom. Meg akartam válni, hogy elmondjam Proxy továbbiakban jó egészséget. Peti, persze, hogy itt vagyok. Csodás live-ot mindenkinek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, anyukám, ezt az 55 hónapot neked. Köszönöm. Na gyerekek, megvárjuk ezt a küldetést. Aztán pedig egy kis szünet, aztán kezdjük a Jimmy live-ot. Most fog csak kezdeni az igazán mókás része a hely dolognak.
Régen játszottam a Jimmyvel, úgyhogy lesz itt ordibálás, lesz itt idegeskedés, meg minden. A kopasz kuglitól más nem is várunk. Hú, na gyerekek. És természetesen még egyszer mondom, hogy a Jimmy egyszer is el fog engem kapni a live alatt. Donate, hát 400 forint eset muszáj, mert annál alacsonyabban nem lehet írni üzenetet. Így kiemelt üzenetet. Tehettek fel nekem úgymond egy büntetést. De csak olyat, amit itt helyben meg tudok csinálni. Vagy valami. Úgyhogy ja. Peti a best, így tovább. Köszönöm szépen. Itachi God. Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt lejár ez a csörömpölő csontok nevű küldetésünk. Aztán pedig egy kis szünetet fogok majd kérni tőletek. Minden esetre addig is. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy jelöljetek be barátnak ebben a játékban, hogy 21-es csontvácsellen küzdünk. Ne is győztök, nagyon király. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm a Shaken Fidgesnek, úgymond a SF Gamesnek a megkeresést. Jelöljétek be ezt a UVMKD nevű akuntomat. Nagyon szépen kérek mindenkit. Játszunk, ugye 21-es szintűek lettünk, tökéletes, és találkozunk a következő Shaken Fidges live-ban. Maradjatok velem, mert jövök a Kugli Kopasz Jimmyvel. Addig is, ha nem baj, hallgattatok veletek egy kis zenét. Mit szóltok hozzá? Egy kis zene? Úgysem jogvédett, meg lehet hallgatni. Toljátok izomból, srácok, én azt mondom, jó? Mindenféleképpen. Úgyhogy egy pillanat és vissza is jövök. Addig is, legyetek jók! Hát üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel az én nevem Móvi Mekedré. Mit, hogyha találkoztunk volna, nem is olyan régen, nem? Vagy kb. 2 másodperc ezelőtt. A lényeg annyi, hogy karma, köszönöm szépen a 299 forintot. Az Isten áldjon meg téged, kedves moderátorom. Tamás Rósan 26 hónapos tagságával, érted? Jön, érted? Csirke csipok, Tamás. Szia, jó játékot, már nagyon vártam a live-ot. Itt vagyok, srácok, meg is érkeztünk a Jimmy Kugli Kopasz Jimmy livestreamben. Örülök, hogy mindenki itt van. Örülök mindennek. A lényeg, Jimmy Kugli Kopasz élőadás. Nagyon rég játszottam a játékkal, srácok, megszavaztátok, úgyhogy ezen a napon ezért van Jimmyből live, azt mondtátok, ez legyen. És mindig az van, amit ti mondtok, természetesen, ugye ezt sose felejtsétek el. Szeretlek titeket nagyon, úgyhogy én beállítom már is a New Gamesco-t. New Gamesco, hangot azt mindjárt megnézem, hogy nem mondjuk hangot nem nagyon lehet állítani a játékban, elfelejtettem, hogy nem lehet ebben a játékban hang, meg ilyenek, hagyjál már. Nos, azt mondja, hogy a játék végén is tudom kezdeni, nem, az elejétől, amúgy várjál, hallod, lehet állítani a brightness-t is. Á, nem jó, most mit csináltam? Ja, ivel megyek fel. Ez az. Nagyon jó. Semmi nem változik egyébként, az megvan. Na, gyerekek, New Gamesco. Story of Jimmy Hall. A kopasz Kugli. És akkor van itt egy olyan extreme game. Egy pillanat. Szóval van itt egy olyan, hogy extreme game. Van itt egy olyan extreme game. Ezt fogom én most megpróbálni kijátszani. Vagyis hát eljutni egy darabig ebben a livestreamben. Ha nagyon szeretnétek, és nagyon jól megy ez a mostani kis livestream, akkor csinálhatunk egy extrém végigjátszást, olyan még úgy sincs a csatornán szerintem. Vagyis hát lett volna, csak meghaltam. Úgyhogy az extrém game az a standard game-től annyiban különbözik, hogyha Jimmy elkap engem, ami meg fog történni, mert meg fog történni, akkor ugye el fogom veszíteni a rádiómat, amivel ugye a szellemekkel fogok majd beszélni, illetve
Hát elveszitek mindent, a tükröt, a tájolómat, és akkor meg kell majd találnom. Igazából a extrém mód az ennyiben különbözik, meg talán egy kicsit a Jimmy sokkal erősebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt nektek. Sokkal erősebb, vagy nem is ez egy erősebb, agresszívabb, kérlek szépen. Nagyjából úgy emlékszem a játékra, azért Trovón, amikor voltak élőadások, akkor is játszottam már vele. Szóval azért olyan régen nem játszottunk. De, ugye megszavaztátok, úgyhogy ez lesz. Nagyjából tudom, hogy majd itt kell beszélni majd a szellemmel, össze kell gyűjteni dolgokat. Természetesen itt vagyunk. És ez a játék még mindig epic. A net haldoklott, igen, de a net most már nem haldoklik, most már olyan izmos az internet, hogy most már nem haldoklik az internet. Ezt jól megmondtam. Karácsonykor játszódik a játék. Ez volt 2020 legfélelmetesebb játék a számomra. Az ott eltett 3 év lassan, vagyis hát 3 év még nem, de... De ja, out of order, kérlek szépen. CV, de mit, hogyha történtek volna változások, vagy lehet annyira régen játszottam, hogy így elfelejtettem bizonyos dolgokat? Nem tudom. Na, első és legfontosabb dolog, hogy először is fel kell venni az első szellemmel, úgymond a kapcsolatot. Felmegyünk az első emeletre, egy kicsit hangos lesz a játék, én azt megértem, úgyhogy bocsi előre is. Ha gondoljátok, hogy tudok egy kicsit lentebb venni. De az a baj, hogy ennek a játéknak szükséges az, hogy halljak, mert hallani kell a kugli hoppaszt. Most meg kell találnom a kompaszt igazából. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy minden szobába bemegyek. Ez lesz az én szobám, a 101-es. Még így az elején Jimmynek nem lenne szabad jönnie. Ugye van egy taktika, amit én mindig használtam, hogy bezárom az adott szobába Jimmyt, és akkor ugye nyerek időt. Hát most is bepróbáljuk majd ezt a kis gyakorlatot így megoldani. Például itt van 2 cucc, amit én már összegyűjtöttem. És ugye itt vannak ezek Violet and Drawing, meg Skull, oké. A lényeg annyi, hogy most körbenézünk az első emeleten minden szobát. Elvileg a Jimmynek nem kéne még itt lennie, de extrém módban ki tudja. Még akkor hallanám, hogy mindig ordibál, úgyhogy ja. 102-es szoba. Ja, van egy másik dolog, amire én soha nem figyeltem oda, és erre én rájöttem. Be lehet nézni a kulcsukba is, a kulcsokon keresztül. Így talán el lehetne azt kerülni, hogy... Na, megvan a tükör, tökéletes. És találtam, kompaszt azt nem találtam, tökéletes. A kompasz megmutatja a ghostokat és az elveszett kulcsokat. Na, ezt jó tudni. De akkor van most nincsen kompasztom, ugye? Igen, meg kell találnom még a... Izét. Most rányomok arra, hogy tükör, ugye ebben a tükörben segít a játék, hogy hova kell menni legközelebb, és ott a kugli kopasz tojásfej. Úgyhogy... most ez a feladat, hogy megszerezzem. De hogy a szóval 122-es szobában jelzi. Oké. Szóval ez a tükör, ez erre jó. Ugye a tükröt is elveszítem, hogyha kedves kugli kopasz rámüt egyet. De ez nem fog megtörténni, mert én Péter vagyok. És akkor ugye itt kinézel, ugye itt fog majd elmászkálni. Meg minden. Szia, szép délután mindenkinek. Szerbusz, üdvözlök mindenkit. Hoppá, ezt nem akartam. Szóval, amit én még soha nem figyeltem, az, hogy a kulcsokon nézek be. Ha jól látom, ez egy sötét szoba lesz. Nézzük csak meg. Így is van. Na, akkor. Gyerekek. Én azt javaslom nektek, írjuk fel a sötét szobákat. 103 már biztosan sötét szoba. A lehető legjobb az lenne, hogyha el tudnám kerülni a sötét szobákat. A sötét szobába azért nem érdemes bemenni, mert ott nem nagyon tudok elbújni. Ha Jimmy oda utánam jön, akkor nagy valószínűséggel rám rúgja az ajtót, mert ugye ott csak a WC-be lehet elbújni, de a WC-be általában mindig benéz. Főleg, ha látta, hogy bemegyek a szobába, ugye. Szóval a 103-as oda nem szabad, tehát hogyha bármikor jön rám a kugli kopasz, a 103-asban nem szabad elbújni. Semmiféleképpen nem éri meg. Higgyétek el, ennyi tapasztalatom már van a játékot, illetőleg jegyezzük meg, hogy 103. Figyelj, én is felírom, jó? Mit szóltok hozzá? Indítok itt most egy jegyzetet itt a telefonomba.
Mi ez a telefonhívás? Mi történt? Várjatok egy kicsit. Ajaj, Rachel. Ne haragudjatok. Vajon felveszi-e? Nem veszi fel? Jaj. Na. Hát akkor mindegy. Majd visszahív. Okés. Na. Itt vagyok. Szóval hol tartottam? Ja igen. Hogy most most az első szinten minden cuccot, mindent összeszedünk. Csak hogy jó legyen. Zsír. És... ja. Úgyhogy ja, a jegyzet. Jegyzet. Igen, a jegyzetet akartam. A jegyzetet természetesen. Jegyzet. Jegyzetek. És akkor én indítok is kérlek szépen egy új jegyzetet. Az lesz a jegyzet neve, hogy Kukli Kopasz. Na azt mondja, 103. Sötét szoba. Sötét. Nagyon jó. Elkerüljük. Ó, mondjuk nem ide akartam, ki akartam menni. Úgyhogy ja. Oké. 103. Nem jó a 103-as. Fúj. Fúj 103. Fúj 103. Igen. Store room. Mik ezek a store roomok? Ja, mert vannak ezek a... Hoppá! 105-ösben is volt kompressz, akkor nem is értem, hogy miért akartad, hogy én a 122-es szobába menjek el. Azt mondja, van egy key store roomom. Van egy key to stairs floor 1, az első szinthez van kulcsom, meg még egy store kulcsom. Ugye ezek a store roomok, ezek a szinten lévő úgymond ilyen raktárszobák. És ezeket a raktárszobákat fogja felhasználni a Jimmy, ugye amikor elveszítem a tükröt, a rádiót és úgymond az iránytűt, akkor ezekben a storeroomokban randomszerűen elpakolhatja őket. Ezért nehéz, ezért nehezebb az extrém mód. A legjobb az lenne, ha egyszer se tudna minket elkapni a Kukli Kopasz, mert ha nem kap el minket a Kukli Kopasz, akkor értelemszerűen akkor nem veszi el a cuccainkat, és haladunk is a történettel. És most már ugye mutatja nekünk, hogy hova kell menni. Én tudom, hogy hova kell menni, de nem fogok egyből oda menni, ahova a játék szeretné, hanem én itt még az első emeleten szépen át fogom nézni a szobákat. Viszont ezek a festményekre én rohadtul nem emlékszek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezek a festmények utólag kerültek bele a játékba. Na például a store room az ilyen. Például ez. Ezek a store roomok. És hát ide tudja eldugni úgymond az én cuccaimat a Jimmy. És az a baj, nem fogom tudni megmondani, hogy a három szint alatt hol. Vagy nem tudom, hogy azt tükörrel meg lehet-e nézni, azt így utólag abban nem gondoltam még bele, de lehet, nem tudom. A lényeg annyi, hogy én most még itt körbenézünk szépen, szállhatod szobába, mondjuk lehet előbb a kulcsukba kéne benézni, hogy a sötét szobákat ki tudjam szűrni. 106, tökéletes, végre van 106-os. Ide például be fogjuk tudni már zárni a Jimmy-t, csak nehéz lesz ideig eljutni. Mert annyira még nem tapasztaltam ki a Jimmy-nek a megmozdulási technikáját, de menni fog. Először erre. Itt is van egy store room igazából, be lehet nézni a kulcsukon, behát. Sötét. Jó, ezt nem kell igazából felírni, ide csak elbújni lehet. Ezt nem kell felírni. Felírni. Állj, a 107, na tessék, abba is bementem, ide nem szabad bemenni. Akkor már írom is. 107. 103, 107, sötét szoba. Gyerekek, ez nem fog megváltozni idővel, szóval... Aha, jó. Ide be lehet nézni, tökéletes. Tehát az első emeleten, ha már megtudjuk, hogy hol vannak a sötét szobák, akkor nagyon nem kell. Ezek úgymond az itemek egyébként, ami majd kell a szellemeknek a úgymond kommunikációjához. Nem tudom, hogy láttátok-e a régi sorozatot, ugye 2 vagy 3 évvel ezelőtt csináltam, úgyhogy aki esetleg nem nézte meg, az mindenképpen nézze meg, mert szerintem az egyik legjobb sorozat a csatornán egyébként. Nézzük meg. Ha ide is be lehet menni. Tökéletes. Az itemek nem random szobában vannak. Yoshi azért szokott nekem tudni segíteni. De valahova nem érdemes bemenni. Mint például ebbe a szobába, mert itt semmi nincsen. Nagyanyámnak a izéjébe semmi nincsen. Amit köszönöm szépen, hogy megszavaztátok újra a Jimmy-t, mert tökre van kedvem Jimmy-zni, úgyhogy nektek köszönhető most ez a live. Ugye én a köz, tehát van a YouTube csatornám, és ott szoktam ilyen bejegyzéseket kirakni, ilyen író, írát,
írod bejegyzéseket, nem tudok beszélni. És ugye azt mondtam, hogy ma nem tudtam eldönteni, hogy miből legyen live, mondom, akkor odaadom nektek a lehetőséget. És hát ugye a történet szerint, ugye amit elnyomtam, az az, hogy ugye Maja, akivel én vagyok, a lány, az egy ilyen csapattal jött ide ebbe a fotelbe megszállni. De a csapat tagjaimat, vagy hát a barátaimat Jimmy foglyul ejtette. És hát ebben a szobában van az egyik barátom. Rá van úgymond egy ilyen pokróc dobva a fejére, nem tudok hozzá bemenni, mert be van zárva. A játék végén tudom őket majd kiszabadítani. Csak hogy ebben a hotelben több dolog is történt, azon kívül, hogy engem elkapta, vagy hát a barátaimat elkapták, és én úgymond csapdába estem egy pszichopata őrültel, ugye a Jimmyvel. Itt azért voltak más emberek is, és ők már ugye meghaltak, mert Jimmy megölte őket, és ezeknek az embereknek a szellemével fogok én kommunikálni, hogy kiderüljön, hogy mégis mit követett el Jimmy. És ott is van egy. Szóval 111-esben és a 110-es szobában ott vannak a barátaim. De hát nem tudom őket kinyitni. De hát na ez van, semmi baj. Igazából ez a horrorjáték ennyiről szól. Ennyi lényegében a történet ennek a játéknak. És ugye ez egy ilyen kattingatós játék, de mégis nyomasztó, mert ugye jön rád a cup is cupinger. Úgyhogy, ja. Karma, mennem kell vissza dolgozni, de további jó játékot. Köszönöm szépen, Karma, hogy itt voltál és moderáltál. Jó kitartást a melóhoz, neked majd visszanézed a live-ot. Oké, okay. Serpentine Lighter. Yoshi, itt vagy? Mert nekem kell ám a segítség, Yoshikám. Csak úgy tudunk, össze kell fognunk azon kívül, hogy fecske gatyás vagy. Össze kell fognunk, Yoshi. Össze kell fognunk mindenféleképpen, össze kell fognunk ebben az élőadásban. Csak így fogjuk tudni magát. Sötét szoba, tessék. 113-as. Az is sötét. 113, tehát eddig a 103, 107 és 113 az első emeleten sötét szoba. Tökéletes. 104. Az is. Vagy mi ez? Jaj, tovább mentem, nem akartam. Szóval. 114, az is. Ezeket a szobákat el kell kerülni. Jó, hát nyilván amikor futok majd a Jimmy elől, akkor nehéz lesz szám ezeket így megjegyezni. Ide mondjuk be lehet jönni. Tökéletes. Pillanat. Na, itt vagyok. Csak közben írtam egy SMS-t. Na, ezek is megvannak. Szépen összegyűjtögetjük az itemeket. Aztán meg elkezdjük az első szellemmel a kommunikációt, ami egy kislány lesz. Ugye? De előtte az első szinten az összes létező szobába be fogunk nézni. Hogy véletlenül se kelljen még külön elmennem. Aha, küldött nekem valamit a Yoshi. Yoshi, megkérdezhetek valamit? Miért küldöd el nekem messengeren az unokatesom fényképét? Miért? Miért küldesz nekem egy indokolatlan misit? Yoshi! Inkább segíts nekem a játékot illetőleg, te barom! Nem hiszem el! Miért küldöd el a Mihályt? Tudom, hogy hogy néz ki az unokatestvérem! Jézus! Ma szavazást fogok tartani, hogy ettől az embertől szabaduljon meg az egész moderátor csapat! Szóval jó játékot, amúgy mikor lesz Monstrum? Nem tudom. Nem tudom igazából, köszönöm szépen a 400 forintot. Ne, na, 120-as szobában vagyok. Na. Oké, átnézzük az első emeletet. Ide miért lehet kinézni? Mert azóta sem tudom eldönteni, ide miért lehet kinézni. Na.
Yoshitól 400 forint. Ezek a sötét szobák? Ezek a sötét szobák? De hát ezt én mire felírom? Köszönöm szépen a 400 forintot. De hát ezt én mire felírom, bro? 114, 117-es is az lesz elvileg akkor, igen. 118. 118. 202, ezeket én most felírogatom magamnak, hogy egyszerűbb lesz. Ezeket nem szabad majd. 207, 213. 213. És... 213. 302, és azt írja a Yoshi, hogy meg 304-es is olyan. Jó, 304. Szóval ezek. Azt mondja, Benny Csanyel 2000 forint, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és valószínűleg olyat írtál, amit sajnos a moderátornak törölni kellett, nagyon sajnálom, de köszönöm szépen a 2000 forintot, nem kellett volna, ezért meg főleg nem, hogy utána kitöröljék, amit írtál, bro, de köszönjük szépen, ez kedves tőled. Ide be tudok menni? Ez is egy store, oké. Okay. De azért jó egyébként, vannak store room kulcsaim, be tudom be lehet zárni? Igen, be tudom magam ide zárni. Ez most csak egy próba volt. Hogy van? Mi? Igen. Egy pillanat. Jó, nem vette el a kulcsomat, jó van, oké. Okay. Hirtelen azt hittem, hogyha beszárom magam a store-omba, akkor elveszítem az adott kulcsot, de nem, jó, nálam maradt, oké, okay, oké. Okay. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 119, akkor nem sötét szoba, ugye? De a 117-es elvileg a sötét, majd megnézzük. Köszönöm, Nyosi, egyébként. 119-el is van kulcsunk, nagyon jók vagyunk. Jeff's Head! Oké, köszönöm szépen. Jimmy a limonádé, de miért van limonádé? Miért limonádé? Daniel a Jimmy. Itt lesz a 118-as. Elvileg ez sem sötét szoba. De ez tényleg az volt. Állj, ezt elcsesztem. Akkor most a 118-117-et kihagyjuk, és akkor elvileg itt az első szinten nincs is több. Sötét szoba. Ez is egy store, ugye? Mhm, uh-huh. De ez sötét, de nem szabad bemenni akkor. Mhm. Uh-huh. 117 a sötét, nézzük csak meg. Yoshikám, most tényleg igazat mondott. És akkor innen már kezdődik. Ez ki van nyitva alapból? Jó, ki van nyitva. Akkor ezt se kell nyitni. Jó, akkor be. Zsír. Remélem amúgy nem fogom triggerelni egy idő után itt, hogy itt mászkálok ki be. Zoi, köszönöm szépen a tagságot! Gyere fel, de is Discordra, és majd te is részt veszel a nyeremény játékban. Tökéletes. 116. Oké, okay. Nézzük át a 116-ot is. Minek néztem át? Nincs itt semmi. Oké. Okay. Owen, Messenger profilodat mondd meg. Hát van nekem saját izé oldalam, minden, bárhol el tudtok élni, bros. Uh-huh. Következő szoba, 121. Miért van bezárva? Mert ott van a haverom. Ott van az egyik bróci. Oké, hát akkor ezt nem nyitjuk ki. 122? 123? Let's go! És akkor ezzel meg is leszünk az első emeleten? Emelettel? Az az igazság, nem? Oké. De te támadzene? 123-as kulcs. Ááá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 
Jó lesz ez! Azt mondja nekem a Yoshi, hogyha téved valamiben majd, amiben segíteni fog, akkor kibanolhatom. Oké. Oké, Yoshikám, akkor ezt egy ígéretnek vesszük. Gyerekek, ha én, engem elkap a Jimmy, akkor ti donét formájában tudtok nekem egy kihívást nyújtani, amit nekem meg kell csinálnom. Ha viszont a Yoshi téved, akkor kibanoljuk. Meg is van oldva, ez egy jó live lesz. Ez egy jó élőadás. Ez egy jó élőadás lesz. Ott van. Minden meg lesz az első. Jók vagyunk. Az a baj, most összegyűjtök ki mindent. Itt az első emeleten, nézd meg. Egy csomó cuccot, kulcsot már összegyűjtöttem. Egyetlen egy probléma lesz ezzel az egésszel, gyerekek. Ha Jimmy elkap, mindent elveszitek. Kivéve az itemeket.
A kulcstól kezdve a... Áááááá, ez az extrém mód. Nem kéne, hogy elkapjon minket. Gyerekek, nem kaphat el minket Jimmy. Mert akkor onnantól kezdve szíjjel esünk. Szíjjel fog esni az egész. Na, elvileg megvagyunk a... az első... izével. Itt ki tudok menni? Nem, ez első emeleti kulcsot, ezt nyissuk, nyissuk ki. Tökéletes. Kinyitva. És akkor elvileg átnéztük az első emeletet. Most én nagyon gigacsed leszek, és felmegyek a második emeletre. Elvileg remélem, hogy Jimmy nem lesz ott. És ott is megnézem, hogy van-e valami. Tehát tudom, hogy sötét lesz a... Hát sötét lesz itt most, mert nem fog engedni, hogy oda menjek a játék, hogy így összeszedjek alapból mindent, mert az csalás lenne. De hát, ha megengedem, hogy... Körbenézek. Aha, itt sötét. Erre még nem lehet elmenni. Viszont mi a helyzet itt erre? Aha. És látod, nem tudok egyelőre erre jönni. Mert le van kapcsolva a lámpa. Jó. Akkor harmadik emeletre, valami ajtó. Köszönöm szépen Kevin Huna 249 forintot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Oké, hármas. Ki fogjuk balolni Yoshit. Igen, biztos. Feljöttem a harmadik emeletre is. És akkor erre van a 301-től 307-ig. Itt kevesek egyébként a szobák. Jó, nézzük meg a harmadik szinten. 302 és a 304-es szobát, azt kerülni kell itt a harmadik emeleten. Oké, ez is megvan. És megpróbálok mindent összegyűjteni, mielőtt triggerelném egyébként a játékot, azzal, hogy Jimmy megérkezik. Remélem, még nincs itt, nem tudom. Max, meghalok. Szóval a 302 és 304 az off-rotty. Ok. Tehát ez akkor sötét. De miért megyek be? Hát csak bele akartam kukucskálni. Jó, oké. Yoshi igazat mondott. És erre még mindig nem tudok menni. És azt mindjárt kijönne onnan. Há! Azt én annyi vagyok. Oké. Igazából egy itemért már vissza tudtam jönni. Ez annyira nem gáz. És akkor 308. Tökéletes. Azért kerülöm azokat a szobákat, mert azok sötét szobák. Teljesen felesleges oda benézni. Oké. Okay. Jó van, Yoshi, nekem az jó, hogyha itt írod amúgy messengeren, hogy hova menjek. Tudom, hogy basementbe kell majd mennem. Csak mindent összegyűjtök. Ezzel indítunk. Szóval azért kerülöm ezeket a sötét szobákat, mert egyrészt teljesen felesleges bemenni, mert ott úgyse tudok csinálni semmit. Meg hogyha esetleg üldözni fog engem a kopasz Jimmy, akkor ott azt mindenképpen muszáj lenne elkerülnem azokat a szobákat, mert ott én instant halál, ha utánam jön, annak úgy semmiért. Ott nem tudok hova elbújni. Ott megtalál. Én azt tapasztaltam eddig. Na, összeszedtünk mindent, és amilyen mákon van, úgyis el fogok mindent veszíteni. Jó. Tehát akkor a harmadik szinten is megvagyunk. Megyünk akkor a basementbe. Basement következik. Egy jó taktika kéne nekünk egyébként. Egy jó taktika kéne nekünk. Jimmyvel kapcsolatban. Akkor van baj, amikor nincs nálam az adott kulcs, és nem tudom bezárni az emberünket. Támadni Jimmy nem sokára, most még össze beszélek először is a csajszival, szellemlánnyal, és utána fog minket elkezdeni kergetni így a szinteken. Okés. Időzített bomba? Ez hogy érted, hogy időzített bomba? Jó. Na!
itt most tudom, mit kell csinálni. Is anyone there? Beszélni a kislánnyal. De nem fog válaszolni. Ha minden igaz. Hey! Ez nem kellett volna. Is anyone there? Ha minden igaz, annyi, hogy csak triggerelem, és utána most visszamegyek a liftbe, és ott fog állni. Ne jegyen meg senki. Creepy. És most vissza kell mennem. Vele beszélni. Ne félj, Attila Game, itt vagyok, amíg engem látszik, ne félj, Pet, itt van. Elég, ha én félek. Levágja a hajamat a kuglikopasz Jimesco. Is someone there? Hello? What's your name? Hogy hívnak? I'm Amy Bell. I'm 10. 10 éves, Amy Bell. Az első, úgymond. Igen. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Szóval Jimmy bezárta őt a pincébe. Benicsanél, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 4000 forintot, hallod, ez nagyon durva, és akkor annyi... Nem tudtam elolvasni. Hát ilyen nincsen. Biztos valami olyat írtál, bro, de 4000 forintért nem éri meg, de nagyon szépen köszönöm, Benicsanél. Most már a 6000 forintot, ezt nem kellett volna, bro, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval küldtem valamit e-mailen, jó játékot, Ella, te Traveler, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 400 forintot, nagyon szép neved van ez a Traveler, ez nagyon jó. Na, szóval, most akkor ugye meg kell tőle kérdeznem, hogy hát elméletileg a Jimmy lopott tőle valamit, úgyhogy most a tárcáját, ha jól tudom, ugye? A tárcáját lopta el, és ugye nekem meg is van. Először ugye meg kell kérdezni, hogy ez kié. És az az övé volt. És ugye Jimmy bezárta őt a pincébe, meg ellopta tőle a tárcáját. Úgyhogy most összekombináljuk a két mondatot, és így rákérdezünk a szellemtől, hogy van-e valamilyen összeköttetésbe ezzel a tárgyal. When you said Jimmy stole things from you, is that connected? És így derülnek ki a dolgok. Igen, ellopta a pénzét. Egy kislánytól, érted? Egy 10 éves kislánytól lopott a kugli kopasz. A kugli kopasz, már egy kicsit lentebb kopasz, mondta Jászó. A kugli kopasz, hallod, egy kislánytól lopott. És most a G-re kell menni. A G-re kell menni. The G. G-g-g-g-g-g-g. Szia, Pet, rád írt a Messengeren. Köszönöm szépen. Jó vagyok, köszönöm. Ezer forintban veszel 6 kg kenyeret, igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon durván, hát hogy mondjam, gáz, nem? Azért valljuk be őszintén, ez nagyon gáz, hogy lassan 1000 forint egy kiló kenyér. Most követjük a hangokat. Ennyi, Jimmy megint lopott. Mi történt itt, kérlek szépen? És akkor megint beszélünk a kislánnyal. Megkérdezzük, hogy itt van-e. Azért lop meg kell neki parókára, igen, lehetséges. És megint megkérdezzük Amy-től, hogy mi történt. Miért vette el? Azt hitte vicces. Visszaadta, de utána mindent elrontott. Most mi fog jönni, Yoshikám Sword? Where did the bottle of diazepam come from? Szerintem erre ő nem tud válaszolni. Igen, erre ő nem tud válaszolni. Ja igen, mert most égeti fel. Most fogja felégetni a játékát.
Igen, jó, tudom, igen. Mhm. Tehát akkor összekombináljuk-e a benzinnel, vagy Jimmy fel fogja égetni a maciát, úgy tudom. És akkor így. Ellopta a fésűjét. Lehet. Ez nekem is kéne néha. Igen. Most 109-es szobába kell majd mennem Yoshi szerint, úgyhogy let's go 109, de most már az lesz a baj, hogy most már jönni fog ránk a kugli kopasz, amint felérek az első emeletre, azzal a lendülettel meg fog érkezni a kugli kapasz. This kugli kapasz, man, oh my god, the kugli kapasz is... Amúgy ez az ajtón itt ezt nem lehet semmivel se kinyitni, itt sötétség van. Semmivel. És oda meg nem lehet bevenni, majd ott lesz majd a nagy izé. Attrakció. Na gyerekek, 109-es szoba. Nagyon fogok félni. Nagyon fogok félni. Oh my god. Azt mondja, nagyot fog ütni. Ne írj rám, Yoshi. Csak akkor ír, hogy csak segíteni akarsz, mert összezavarsz. Most menj a 109-es szobába. Nem, csak azt mond challenge-et, aki chatben ír. Yoshi. Jó, 109-es szoba, gyerekek. És mostantól kezdve. Mostantól kezdve. Végem. Merre van a 109? Erre. Let's go, let's go, let's go. Merre pontosan, merre pontosan? Erre? Fogadjunk, hogy retek szar irányba megyek? Igen, jó felé megyek. Let's go, let's go, let's go. Merre, merre, erre, erre. Ez az, yes. Jók vagyunk! 109? Most ne jegyen meg senki. Most se. Most ne jegyen meg senki. Miért ordította le? És miért nézte végig, hogy... Aaaaaah! Macinak a feje széjjel ég! Nice! Oké. Okay. Tök jók voltunk. Gyorsan eljutottunk idáig. Na szóval Aminek a kis cuccát felszett, vagy hát izé. Oké, okay, és akkor most meg kell tőle kérdezni, hogy mi történt. What happened? Megégett a keze, és nagyon fájt, de nem mondhattam el senkinek. Aha. Első emelet. Mi köze van a kardnak ennek az egészhez? És megnyitott a bounce küldetése. De mivel egyelőre nem foglalkozunk, mert először Amy-t fogjuk befejezni az Amy történetét. 102-es szobába kell mennem, és nekem mostantól kezdve Schlackenstags gatyarodj, ennyi. 102-es szoba. Ez mi volt? Százkettes szoba, 109. Nem a 102-es szobához kell eljutnom, hanem 102-es szoba, most lesz az, amikor izé kimegy a szobából. Aha. Megdöglök. Go. Bassza meg! Bocsánat, bocsánat, nem akartam, nem akartam, nem akartam, nem akartam, nem akartam, nem akartam, nem akartam. Nem akartam. Bocsánat. 106 szobában vagyok. Most elment? Azonban nem hallom, mert közben a kislány sír. Pont azon a szinten van 106-os kulcsom. Zárjuk be! Zárj be a csávót, az kész! Várjál, itt van? I'm here!
Igen, itt van, itt van! Jön már! Nagyon félek. Ugye ezzel a tereléssel, ugye ő hallja a hangot, és akkor elkezd errefele jönni. Ha elmegy abba az irányba, akkor értelemszerűen, ha én kimegyek, és én elmegyek az ellenkező irányba, akkor nem kéne, hogy megüssön. Viszont nem tudom, hogy maga a játék mechanikája az hogyan műkszik. Mert hogyha elmegy jobbra, de mondjuk én kimegyek, és akkor utolér, nem tudom, hogy műkszik. Valaki annyira izé, laza érted, hogy kimegy, lehet, hogy meg kéne próbálni azt, nem? Hogy kimegyek, aztán minden sarkon várni egy kicsit, aztán megjelenik. Mert meg tud jelenni, csak... De a legjobb az, ha bezárjuk. Down here. Kugli kopasz, mikor lesz már hajad? Sose lesz hajad. Olyan hajad sose lesz, mint nekem. Te kopaszka. Hol vagy? Mutasd magad. Te meg ne sírjál már, mert megyek. Most mennék. Gyere már Jimmy. Gyere rám Jimmy. Fogadjuk, hogy kúszik. Ez mindegyik megjelenik előttem. De ha benéz az ajtóba, akkor miért nem tudja, hogy itt vagyok? Vagy érted? Érted, amit mondok? This way. Gyere már, bro! 106-os szobában vagyok, van kulcsom. Simán van hozzá kulcsom. Igen, van hozzá kulcsom. Bezárom. És akkor lesz időm elmenni a 102-es szobáig. Jimmy? Yes, yes, yes! És akkor most várunk. Most azóta csinálni, a kis kugli kopasz, ha minden jól megy, akkor bebújik ilyenkor. Úgyhogy látta, hogy bebújok. Tehát, hogy pont bejött és látta, hogy bebújok, vagy nem tudom, hogy a játék miben dönti ezt el. Ha minden igaz, akkor most ő bebújt a fürdőszobába. De ha bebújt a fürdőszobába, én fogom és így egyenesen elmegyek. Rázárom az ajtót a kulcssal, a 106-os kulcssal, mert ez a 106-os szoba. És akkor van időm, amíg ő kipiszkálja az árat, mert ki tud jönni, csak idő. Kipiszkálja, de én eljutok a 102-es szobáig. Viszont ez azért rizikós, mert ha nem szólal meg kint a folyosón, akkor nem vagyok benne, akkor nem vagyok benne biztos, hogy itt van bent velem. De ezért szoktam ilyenkor várakozni, hogy hát ha mond valamit a folyosón, vagy hallom, hogy lépked. De nem, ez a csávó bebújt ide a budiba. Bent van a budiban a kopasz kugli, és budipumpának használja a fejét. Így, hogy plak, plak, plak. Ez a budipumpa fej. Ez az. Jó gyerekek, fel vagyok készülve. Speedrun! És kulcs! És kulcs! Ez az! Bezártam! Ennyi! Nem már, rossz irányba! Rossz irány! Ez az! Come on, 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 chameleon. Yes. Hoh! Így kell ezt csinálni, hölgyeim és uraim. Let's do this. Is it Amy? Erről van szó. És megint felvettem vele a kapcsolatot. Megkérdezzük, hogy mi történt. Láttalak a szobán kívül, azt mondja. Ki volt az? Okay, he's trying to find doctor, but Jimmy. Azt kérte, hogy maradjak. Aha, kugli kopasz. Okay.
Most mi is kell? A whisky bottle? Azt hiszem a whisky bottle kell, a whisky bottle. Vagy még nem most, nem a, vagy a kard. Lehet, hogy a sword. Who does the sword belong to? Aha, az kell. A sword kell. Vagy whisky bottle? Most kell a whisky bottle, azt mondod? Azt mondod gyorsan, hogy a whisky bottle kell, nem? Most kell a sword. Jó, akkor legyen a whiskys üveg. Jó van? Ez. És akkor így. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have anything to do with what you said about the whisky bottles? Jó, hát ez... hát akkor Josikám ez. Josikám, tévedtél, ugyanis nem a whisky battle, úgyhogy mit is, miben is állapodtunk meg akkor? Miben állapodtunk meg, Josikám? Miben állapodtunk meg, Josikám? Nej, mis... Jújújújújújú, Josikám, Josikám, sajnos... Sajnos ez! Ott is van! Hát ez szomorú, hát ez kellemetlen lehet, ez... Ó, ez még nekem fájt, hogy láttam, hogy így eltűnnek így az írásai, Josikám. Van baj. Ó, hát igen, nem én mondtam, Josikám. Jujuj, ó, csak nem kellemetlen volt ez számodra. Ó, jaj, júj, véletlenül kibanoltuk Josit. Does that have anything to do with what you said? Ennyi volt. Mi? Tényleg? Lehet igaza van, várjál! Hopp, véletlen Josit visszaoldottam. Akkor még mi a tök van? Miért nem fogadja el ez a kis csaj a dolgokat? Ne! Is it Amy? Na azért. Nem csináltam rosszul. Nem ezt akartam. Én élvezem a legjobban, így van. De most akkor a whisky bat... De nem fog... Mondtam, hogy a swirls, de azt se fogadta el, bro. Szóval ez kell, meg a kard... Én is a kardra emlékeztem igazság szerint. De nem fogadta el a kardot se. Figyelj. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Scrutinizer, várhatom meg a chatin, Alex, lehetséges, de lehet, hogy csak videó formájában. Illetve, jó, hát akkor viszont jogos volt a banolása a Josi részéről, mert először rosszat mondott. Josikám, amúgy már vissza vagy oldva. Kezelő moderátort vissza kell adnom. Köszönöm szépen, Alex, az 1000 forintot. Visszatérve a Scrutinizedre, hát az a baj, hogy az a játék, ugyanúgy, ahogy a Welcome to the Game is, ilyen nagyon valós képeket is tartalmaz, amit a YouTube nem nagyon szeret. Max videót tudok csinálni, de egyébként a Welcome to the Game-ből én tervezek videósorozatot csinálni, és azért videósorozatot, mert ott meg tudom vágni azokat, esetlegesen azokat a képeket, ami a játékban benne van, ami esetleg a YouTube-nak nem tetszik. És emiatt, mert nagyon sok videóm volt és élőadásom volt, de mindegyiket le kellett törni, mert a YouTube hisztizett érte. Max videót tudok belőle csinálni, sajnos abban a játékban vannak olyan tényleges, olyan, ugye a weboldalakon, ugye a játékban a weboldalakon mászkálunk, ténylegesen olyan képek vannak a játékba rakva, ahol amit félreért a YouTube sajnos. Látod, még így is megy a szerkesztetlen. Értem, na, Josikám, akkor mi a következő? Nem kell sajnálni a Josit, már visszaállítottam, már itt van velünk. Na, szóval, hova megyünk legközelebb, Josikám? Mi most a jelenlegi küldet? Közben a kopasz meg már énekel odakint, érted? Mit énekel? És nincs kulcsom. És nincsen kulcsom. És vagy azt csinálom, hogy megint befogom ide. Berángatom ide, vagy becsalogatom. Viszont nem zárom rá az ajtót, mert nincs 102-es kulcsom. Viszont, hogyha be is csalogatom ide, akkor annyira van időm, hogy elfussak. Egy másik szobáig. Most a 112 szobába kéne menni. Akkor pont vissza kellene mennem. Ja, vissza kéne mennem. Tökéletes. Nagyon messze hallom egyébként a Jimmy-t, szóval...
Nagyon szépen köszönöm űrkacsa és szuper cica a feliratkozást, hát nem a feliratkozást, hanem nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most mi lett az kitörölve? Mi történt? Hát jó, mindegy, akkor köszi szépen. Oké, okay. Na. Nyomok egy ilyet, hogy... Hey! Ugye a hang nagyon fontos a játékban. Ez retek közel van! És most megy el az ajtó előtt? Miért nem rúgja rám ilyenkor? Simán rám rúghatná. Tehát azt nem csinálta bele a játékba. Na, most pedig hallgatózunk. Opre Melinda, nagyon szépen köszönöm a tagságot neked. Viszont az a baj, nem tudom bezárni ide. De szerintem megint bebújt. Valamilyen hangot kéne neki kiadnia, miközben kint van a folyosón. Mit tudom én, valami ordibálás, nevetést. Általában, hogyha nem hallasz ilyenkor hangot, akkor nagy valószínűséggel bebújt megint ide a szobába, és hogyha én oda mennék az ajtóhoz, akkor leütne engem. Viszont én ugye gyorsan kifutok, kimegyek. Ezért nem tud leütni. Viszont nem lesz nagyon sok időm, mert most nem tudom rázálni az ajtót, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha nem rontanám el az utat. És nekem most a 112-es szobához kéne eljutnom, és fingom sincs, hogy merre kell mennem, de Josi, nem szeretem, amikor megírod, hogy nekem hova kell mennem, mert az sose úgy van. De Josi, megírhatod, ha szeretnéd, hogy most én a 102-ből hogy jutok el a 112-es szobába, de akkor írd meg normálisan, bro, ne csezd el nekem! Figyelj, kimegyek a szobából, Josi, megfordulok. Tehát most az ajtónak ellenkező irányba kell engem nézni. Tehát balra vagy jobbra induljak el. Hogyha kint állok az ajtó előtt, nem most itt az ajtó előtt, hanem kint, akkor megfordul az egész. Magyarul akkor balra kell, mert nem onnan jöttem. Jó, jó, Josi azt írja, hogy speckón meg fogja nekem mondani, hogy hogyan jutok el a 102-es szobától gyorsan a 112-es szobáig. Addig meg... Nem tudom, húgyozol, vagy szarsz egyet, kuglikopaszod bent, nyugodtan csináld, a WC-n ott vagy, megvárod, amíg mi ezt kitaktikázzuk a Josival, ott benn meg poshad a csávó, érted? Amúgy mekkora lenne, hogy megunná, azt így kijönne. Mindegy, addig még az escape-et is. Ja, még hallod, még escape-et se lehet nyomni a játékba? Mert jelzi, hogy nem vagyok biztonságba. Az igen. Most miért hangot... Miért hangot... Mi a franc ez? Mi a franc ez? Hallod? De Josi, az első emeleten kell maradnom, Josi, nem azt mondtad, hogy a 112-es szobába kell mennem? Minek mennék én a lifthez, te hülye? De miért menjek én a 112, miért menjek én a lifthez, bro? Az első emeleten vagyok. Ez hülye van, nem hiszem el ezt az embert. Hallod? Hallod? Josi, a GPS-em egy nagy lószar. Erre most kellett rájönnem. Josi, te még GPS-nek is szar vagy, nemhogy moderátornak. Könyörgöm, ember, csinálj már valamit. Mondd meg, hogy hogyan jutok el. Addig a kuglikopasz benne a WC-ben megrohad. Ott van benne a WC-ben, ott bújik benne a WC-ben. Azt mondja, menjek a lifthez. De nem a lifthez kell mennem, te mondtad, hogy a 112-es szobába menjek. Josi, ez az első olyan élőadás fog... Ez az első olyan élőadásom lesz, Josi, ahol több mint kétszer kibanollak. Eddig az a max, eddig az a felállított izé minden. Tehát felállítottad a rekordot. Ah, Isten, viszem el. Gyerünk már. De nem, hogy leírná, érted? Ő hangban küldi el. Azt hiszi, hogy én megjegyzem. Hát nekem is hiányzott a Jimmy.
ott fog benn megrohadni a WC-be. Köszönöm szépen drágám a 400 forintot, de bántom, azért bántom, mert nem ért hozzá. Már igen, ki kellett volna banolnom amúgy is. Na, mondjad. Balra kell menned, aztán jobbra, aztán a következő lehetőségnél balra, és az úti cél a bal oldalon lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Josi. Fingom sincs, hogy miről beszélsz, már is elfelejtettem. Megoldom. Én ezt nem hiszem el. Jó. Jó, készen állok. Let's go! Balra, Josi, mit tudom én? Oh God! 112? Ez hanyas! Másik. Yes. Nem oldott, megoldottam. Ez az. Ben volt a csávó, tudtam, hogy bent van. Utána jött, meg kinyitotta az ajtót, de nem tudott elkapni. Behányok. Na. Is it Amy? Okay. Amy? Yes. I'm Amy. Én vagyok Amy. Igen, mi történt? Pontosan, anya jól írja a chatbe, a csatorna tagokra is ugyanúgy vonatkozik minden szabály egyébként, szóval az nem... Na és akkor most kell a whisky battle, mert most nyitotta meg alkohollal a kisgyereket, az az elvetemült állat. Oké? Okay. És akkor most kell kiválasztanom az alkoholt. Mert azt mondta neki, hogy orvosság a kezére, amit megvágott karddal. Kicsit hasonló a Dorshoz. Hát nagyon nem. Azért a Dorsz az... Na. Furán kezdte magát érezni, berúgott magyarul. És most kell elmennem a harmadik emeletre. Azt tudom, ugye? Nem tudsz mit csinálni, Josi. Én tudom. Hoppá! Megint ki lett kibanolva. Josi! Így van! Hó! Jaj! Mi ez már megint ez a híradó? Miért indul el mindig a híradó? Na, jó. Szóval... Megint kivanoltam. Szerencsétlen gyerek. Jaj, Istenem. Na, szóval. Na jó van. Vigyázzál. Na, most hova kell mennem? Harmadik emelet? A Josi viccen kívül. Harmadik emelet, nem? Végül is most meg tudom nézni. Hát itt a tükör. Nézzük meg. Igen, a kislány. És akkor elvileg a harmadik emelet. Aha, ja, ezt már megjegyeztem. Szuper, cica! Nagyon szépen köszönöm a tagságot neked is, üdvözlünk téged is itt. Hát mindig, amúgy Josit azt minden élőbe kibanolják, de valahogy mindig visszajön. Tudjátok, ő ilyen, egy ilyen Houdini. Igen, az ott kell az ablakon benézni, így van. Igen, ezt tudtam, Josi, így az elé, már olyan sokszor jártunk itt együtt közösen, Josikám, hogy... Most a hanyadik szobában vagyok? 112-es szobában vagyok. Nézzük meg, hogy van-e ide kulcsom. Hát, persze, hogy nincs. Hát, ez természetesen. Persze, hogy nincsen. Hát miért is lenne kulcsom a 112-es szobában? Dude, most komolyan... De most elmegyek vacsorázni, ha addig meghalsz, bajok lesznek. Jó van, Josikám, megyél. Ne akadjon el a torkodra. Na,
Call out to Jimmy, nézzük. Amúgy csak hülyéskedik, Yoshi az egyik legjobb moderátorom, nagyon kedvelem őt, de egyébként mindenki a legjobb moderátor. De most akkor megint eljátsszuk azt, hogy megpróbáljuk a kopasz kulit megint becsologatni, és megint speedrun most, viszont ténylegesen el kéne jutnunk a liftig. This way. Nem minden esetben tudom bezárni ide. Sajnos megint nincsen kulcsom a 112-es szobához, hát miért is lenne? Úgyhogy megint ugyanazt fogjuk csinálni, mint az előbb. Jimmy? Igen, mint az előbb. Jimmy, Maya. Az a baj, nem merek nagyon ilyenkor kimenni, mert nem vagyok benne biztos, hogy mögöttem vagy előttem van. És ha úgy fordulok, megkapom a jumpscare-t. Most elment? Hey! Jó, lesz egy olyan csatorna emoji is, srácok, és akkor egy Yoshit ban felirattal majd csináltatok, mert úgyis lett már újabb izé. Emoji hely. Most kajak elment a csávó? I'm here! Nem, jó, de hogy ment? Vietnámi katonás, soldier. Leon Stea. Mondd azt, hogy nem látott meg, kérlek. Jó. És most megint hallgatózni kell. Ez nagyon tryhard. Ez nagyon tryhard. És fogalmam sincs, hogy merre kell mennem a lifthez. Tehát, hogy kimegyek. És amilyen mákon van, tudja, hogy valami... izé, zsákutcába fogok szaladni. 100%. 100%. Felveszem a sapkámat. De szerintem megint bebújt. Ez eddig 3x3 bebújás. Ezt már nagyon régen csinálta a Kugli kopasz, hogy 3x3 bebújást csinált. Ez megint bebújt. Hallod, megint itt van. Eddig háromszor csalogattam be szobába, és háromszor bebújt. Jó vagyok. Na gyerekek. Szurkoljatok, hogy elérjem a liftet. Már biztos szólt volna, vagy valami. Ez megint bebújt. Ez a csávó nagyon akarja a hajamat, érted? Nagyon akarja a hajamat. Igen, azt nézem, a sarokban a piros cuccost nézem, csak az a baj, hogy az addig pirosan fog így jelezni, amíg meg nem szólal kint a folyosón. Tehát hiába nincs bent a szobában, hanem kint van, de nem szólal meg, vagy nem hallom, hogy mászkál, addig az pirosan fog jelezni. Tehát nem segít, nem dönti el, hogy ő most bent van-e vagy nem, de nagyon csönd van, és ez általában ez egy jelzés, hogy itt van. Kosikám, most kimegyek. Gyerekek! László, 1000 forint. Szia, jó a stream, ha edzést komolyan gondolod, akkor figyelembe ajánlom Cinematis Methodot, vagy Gödösi Ádámot, és egy és ugyanaz az ember. Ja, akkor jó. Köszönöm szépen az 1000 forintot, László. Igen, elég komolyan veszem. Ha vannak ilyen videók, ilyen nem tudom, kardió videók, azokat nagyon szívesen megnézem, de így felfogadni edzőt, azt nem akarok. Mert, ja, ezt én így magamnak szeretném megcsinálni. Na, let's go. Köszönöm szépen az 1000 forintot, Laci, ha nevezhetlek annak. Let's go. Most. Ez az. Elmegyek jobbra, leszarom. Go! Rohadtul bent volt a szobában, mondtam! Léci! Menj! Come on! Ha! Így is van. Erről van itt a szó. Erről van szó. Igen.
Oké. És akkor most nekem le kell mennem a földszintre. Ott bemenni. Erről van szó. A Mikolész kérdésekre még szintén nem tudok válaszolni, és a kedves moderátorok 300 másodperc tiltással fogják jutalmazni, amikor lesz kérdéseket, srácok. Sajnálom. Na de! Na de! Most pedig körbe kell mennünk. Elméletileg itt Jimmy nem tud minket megtámadni, itt ezen a területen. Ezen a szinten van? Ezt én bezárom azért. Itt nem is tudom a kulcs, de... Hol van? Room 1, store room, stair once frost. Aha. Anyád, mekkora tojás fej! Mekkora tojás feje volt! Ott volt! Húzzunk el innen! Húz! Amúgy itt simán el tudna engem kapni, mert ez az ajtó zárva van és nincs hozzá kulcsom. Is it Amy? Láttátok? Ilyen kopasz fejet így... Ez volt az. Okay, ez itt Amy. Let's go. I saw you at the top of the stairs, on the banister. What were you doing? Ja, az volt a tojásfej, láttad? Ekkora volt. És leugott konkrétan, mert ugye részeg volt a kislány, leugrott és meghalt. Ez Amy története igazából. Ha ezzel megvagyunk, akkor mehetünk a második emeletre, Dr. Bounce történetéhez. És most sajnos le kell mennem. Jaj, csak ne támadjon meg engem, de itt úgy tudom, hogy nincs beprogramozva, itt nem tud megtámadni, ugye? Go. Nem várjuk meg. Nem tudom, ennyire azért nem ismerem a játékot, de én úgy tudom, hogy itt ezen a területen ő nem tud minket megtámadni. Jos, itt nem kell sajnálni, tökéletesen van. Na nézzük ezt a problémát. És ezzel vége van Amy történetének. Ki is írta a játék, hogy megcsináltam Amy történetét, ugye? Nem írta ki? Amy története? Kész! Vagy hát remélem, hogy kész. Ja nem lehet vele beszélni. Is it Amy? Ja de, beszélni kell vele. I saw you lying at the bottom of the stairs. What happened to you? I jumped, but then it all went dark and I couldn't wake up. I can't wake up anymore. Uh-huh. I don't know where I am. És ennyi volt a története az első szellemnek. Ugye? Igen. Megcsináltad Amy történetét. Tökéletes. Na. Jók vagyunk. Most fel kéne jutnom a második emeletre. Anélkül, hogy megdöglök. De mivel a második emelethez még nincsen ilyen kulcsom, legalábbis nem tudom, hogy lenne-e. Ugye megnézem, de szerintem nincs. Store, key room, store. Most át kéne néznem a második emeleti szobákat. De azzal meg most megint az lesz a gond, hogy már a Jimmy nem fogja hagyni, hogy csak úgy körbenézek a szobákba. Most nagyon jó lenne, nem tudom, harmadik emelet az ilyenkor nem. Hát hogy igazából tök mindegy, hova megyek harmadik, második emeletre, mert Jimmy nem fog minket békén hagyni. Most itt az a kérdés, a második emeleti szobaajtókat át kéne néznem, hogy összegyűjtjem, összegyűjtjem a maradék itemet. My God! Szóval most azt kéne tennem. Nyugodtan, csinál csak.
Na, jó, hát akkor felmegyek a másik emeletre, és bízunk benne, hogy Jimmy nem fog engem pofán ütni. Gyerünk, uraim! Vagy csak mindegy, csak bújjunk be egy szobába! Ne érdekel semmi, csak egy szobáig jussunk el. 202-t szadjuk ki. Van már világítás? Nincs? Oh my god! Akkor ezt itt. No! Hát nem itt kellene... Mit tudom én? Tehát ezzel kellett volna a Dr. Boss triggerelnem. De miért nem jött elő a Dr. Boss? Na! Elő kéne jönnie! Jó, mindegy, átnézem a szobákat. Nem jön elő! Hát ott kéne állni az ajtó előtt, bekopogni Jimmyhez. Jó, ez is megvan. 202, 207, 213, ezeket a szobákat. 220. Jó. Hallod, de miért nem most miért nem jött elő a Dr. Bowse? Jó, mindegy, megnézem a tükörrel, lehet, hogy az volt a baj. 220-as kulcs, nagyon jók vagyunk. Oké. Nézzük meg a térkép, vagy hát úgymond a tükröt. De ott kéne állnom, és akkor azzal triggerelni kellett volna. Nem sikerült. Második emeleten vagyok, bro. És nem jött elő Dr. Bowse. Igen, de nem... 217, 218. Ott álltam, nem? De most a 217-nél voltam az előbb, bro. És nem jött elő Dr. Bowse. Na ott kopog az ajtón át, emlékszem rá. Martin, köszönöm szépen a tagságot, kedves Balázs. Oh, fuck! Down here! Hú? Új frissítés miatt bugos? Nem mondod? Ha, ó, ne már! De viszont be tudom zárni. És akkor lesz időm még egyszer megpróbálni Dr. Bowse-t triggerelni. Nem tévesztettem el, Yoshi, annyira hülye nem vagyok. Tudom, hogy itt... Tudom, hogy Dr. Bowse története hogy kezdődik. Eleget játszottam ezzel a játékkal. Viszont nem tudom, hogy tényleg van valami frissítés, mert eddig négyszer... Négyszer bújtattam be egy szobába, és mind a négyszer elbújt. Hogyha kugli kopasznak, kinőtt a haja, vagy mi? What's happened? És megint bebújt a WC-be, gyerekek. Ez 4-ből 4. 4-ből 4. Igen, jól csináljuk. Köszönöm szépen a kedvességet, csak... Dr. Bowse nem kezdődött el a Dr. Bowse története, pedig ott álltam, ahol kell. De még egyszer megpróbálom. Lesz most időm. Be tudom ide zárni. Van kulcsom.
Úgyhogy szerintem most ez fog történni. Oké. Igen, bent van. Na figyeld! Dr. Boss! És itt semmi! Na, végre! De gyorsan már, mert ott meg az megnyitja az ajtót! Menjél Jimmy. Már! Jimmy! Menjél már befele, te öreg szar! Hallod meg? Ha Dr. Boss miatt döglök meg, ha Dr. Boss miatt fogok megdögleni, nem akartam semmit mondani. Gyerünk! Menj be a szobába! Ah! Nem tévesztettem el, Yoshi, kap be! Az előbb is ezt csináltam, nézd vissza majd a live-ot! Az ajtó előtt megy el. Elmegy, éppen az ajtó emelőt megy el. Jó, elég messze hallottam a hangját most. Is anyone there? Is anyone there? Hello. What's your name? Mi a neved? Dr. Bowes. Jó, oké. Kedves Dr. Bowes, az orvosa Jimmynek. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Oké. Who was it? It was me. Inkább azt írja Joshua, hogy mit kell most adnom. Jaj, izét, a rajzokat. Most a rajz jön. Eddig tök jó vagyunk, még nem kapott el egyszer sem a Jimmy-ke. Szóval... Ja, úgy nagyjából úgy kezdek a játék felé kerekedni, de az a baj, hogy ezt a számítást ez bármikor elronthatja számomra. Úgyhogy most kellenek a Jimmy-s rajzok, ami ilyen nagyon furák voltak. Itt van, ez kell nekem. Violent Pictures. Jimmy rajzolta ezeket a dolgokat. És akkor ezzel összekombináljuk, és... Yes! Még rájött Dr. Bowes. Az a név, Bowes. Á, belement a szemembe a hajam? Vagy mi ment bele? Belement a szemembe a szemem. Oké. Első emelet. Na hova tovább, bro? Ok. Most egy a gond. A legszeresebben most a második szinten első emeletre storch. Első emelet. A másik szinten én nagyon szívesen átnézném most a szobákat. Az a baj, hogy már nem lesz olyan egyszerű, mint az első emeleten, mert végig itt van velem a Jimmy. És Jimmy-t kikerülni úgy, hogy minden szobát átnézzek, nem túl egyszerű, nem hangzik egyszerűnek. És ez a szobához még kulcsom sincs. Kettővel arrébb van kulcsom. Úgyhogy ezt most megszívtuk. Úgyhogy most a legjobb lenne, lehet lemenni az első... Nem tudom, mit kéne most csinálni. This way. Max, azt tudom csinálni, hogy bezárom, és mindig elrohanok. Tudom, ez egy eléggé hosszadalmas taktika, de működik. Ezt láthattuk eddig is. Tehát, hogy mükszik. Csak türelmesnek kell lenni. Mert csinálhatnám azt, hogy kimegyek, de akkor nagy valószínűséggel úgy is le fog ütni, mert belerohanok. És valahol, valamelyik utcasarkon... Igen, ott! Valamelyik utcasarkon... Jimmy! Úgyis megüt engem a baseball ütőjével. Gyertek! Még egyszer bebújok. Ezt a kulikopaszt egyébként könnyű átverni. Én meg úgy félek, hogy ilyenkor rám rúgja. Nem tudom, hogy ez megtörténhet, eddig még sose történt meg. Oké. És most várunk. Hallgatózunk. Minden WC-t megnézettetek vele.
Szia Peti, köszönjük, hogy vagy nekünk egy szülő. Aj, nagyon szépen köszönöm a 400 forintot, Litia. És én is köszönöm, hogy vannak ilyen szülők, akik nem egyből az anyámba küldenek vissza, hanem kedvesek hozzám. Én maradni akarok itt a második emeleten. Össze akarom gyűjteni azt, amit összetudok. 213-as szobát nem nézhetem meg, mert és a 207-es se, 202, 207, 213. Ez a három szoba sötét, mint én. És ha minden igaz, és megint bent van a csávó, hallod? 5-ből 5. Tökéletes. Jó, nem várok, let's go. Siess! Jaj! Jó, inkább nem mertem megkockáztatni, mert úgy láttam, ott még sötétség van. Jó, hirtelen az izére jöttem a földszintre, hát de nem ide kell jönni. Ugye? Lehet, hogy nem ide kell jönni. Azt mondta Yoshi, hogy az első emelet storage. A Yoshi GPS, oké, rendben. De akkor az első emeletre vissza, és akkor be a storage roomba. Ja igen, tudom, mert most adja neki oda a döglött állatot, az izé. Most fogja a Dr. Bossnak odaadni a döglött állatot, ugye? És azért kell a storage-ba menni. Aztán meg majd lesz, hogy megeteti vele az izét, a törött üveges szendvicset. Siessünk. Oké, okay, nice. És akkor most megfordulok? Aha, igen. Jó. Jimmy túlságosan buta boss a játékban. Hát, ja, ki lehet játszani. Ki lehet játszani, de... Na mindegy. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you holding up a dead animal on a wire. És akkor most a Chef-hez kell, ugye? Chef-hez fog következni. Igen, erre én is emlékeztem, hogy Chef-hez kell majd. Mert most akar majd neki csinálni szendvicset, csak beletöri az üvegeket. Szóval lehet, hogy a következő item már nem lesz nálam. Szerintem, az a baj. A törött üveg az még nálam van? Az a baj, hogy most kezdem megint nehezedni számomra a játék. Mert ugye eddig, amit összegyűjtöttem itemet, az addig rendben van, de vannak olyanok, amik például második emeleten még vannak itemek, és azokat meg kell majd szereznem, mielőtt tudok beszélni a szellemmel. Jó, akkor ez kell. Hogy tudtok ezen még mindig megijedni? Nem tudom. Igen, realisztikus. Erről van szó. Dr. Bowes. És akkor most a felszintre kell mennem? Ja igen, most kell mennem a felszintre. Merjek? Merek. Merek, I don't care. De már! Végre. Oké, okay, nice. Dia, köszönöm szépen a 200 forintot. Kedves tőled, köszönöm szépen. Ez az. És megfordulok. This is a great Igen. idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Oh, why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Aha, szóval Jimmy csinált neki egy szendvicset, csak Jimmy meg belerakja az izéket, az üvegeket. Mik ezek a rajzok itt? Figyelj ezt a rajzot. Mi ez a rajz? És mi a helyzet itt ezzel az... Ah, és akkor itt nem lehet kimenni.
És itt ezzel az ajtóval mi az, Mizu? Sötétség. Aha, szóval meg vagyunk. Itt vagyunk, nagyon jók vagyunk, zsír. És most hova kell mennünk? Szia, vagy miről maradtam le? Milán most én nagyon-nagyon rá tryhardolunk a játékra, igazság szerint, de amúgy megnézhettem volna, hogy hova kell menni, hát volt nálam tükör. Menjél már előre! Maja! Ez az, let's go, ez az. És akkor bemegyek vissza a sötétségbe, és akkor megnézem, hogy mit kell csinálni. Ó, de jó lesz, ez az. Erről van szó. Oh yeah, erről van szó. És akkor Dr. Bose. Igen. Aztán most fel kell menni a valamelyik WC-hez talán? Ja igen. Kell, az megvan nekem az item. Az megvan. Jó, ezzel a csávóval még nem akarok foglalkozni, ez egy másik szellem, ez a harmadik. Csak már el lehet kezdeni az ő történetét is. Harmadik emelet. Jaj, de hülye vagyok, nem beszéltem vele. De bolond vagyok, nem beszéltem Dr. Bosszal. Ja, hát azért volt nekem fura, bocsánat. Is anyone there? Elcsesztem. Hello? Itt kell veled beszélni, Boss? Is someone there? Hello? Hello? De jól tettem, hogy nem mentem el. Elfelejtettem vele tovább beszélgetni. Is it Dr. Bose? Ez Dr. Bose? Yeah, it's Dr. Bose. Okay. I saw you outside the kitchen talking to Jimmy. Peti a Terminátor Péter, az vagyok én. Zsomak, nagyon jól vagy. De ez nem az eredeti zsomak, srácok. Ugye? Azért megnézem. Ilyet nem lett volna szabad csinálnod, hogy drága zsombor barátomnak felhasználod a nevét, ezért én most személyesen banollak ki. Zsomak, megmentelek! Oh, yes! Zsomak barátomat megmentettem egy imposztortól. Nos, akkor kell nekem a véres kötés. Az itt van. Aha, ez az, ez kell nekem. Tök jó. Nem kapott még el a kopasz gamert. Nem, engem sose kap el. Engem sose kap el. Még csak az kéne. Még csak az kéne. Nem adjuk meg neki ezt a lehetőséget, srácok. Kijátszunk. Ki fogjuk játszani, érted? Túltoljuk az agyát. Szép estét mindenkinek. Nektek is nagyon szép estét kívánok itt, srácok. Üdvözöllek benneteket. Igen, szóval Jimmy csinált ennek a Dr. Bossnak egy szendvicset jó indulatból, csak beletörte az üvegeket, képzeljétek el. Harmadik emelet. Na most hova, Yoshi? Most kell azt hiszem valami zébe fürdőszobába menni, vagy hogy? És itt fog ordítani. Ah, Jimmy! Nem? Ide megyek a lifthez. A második szint nincs kinyitva. Lépcsővel amúgy biztonságosabb közlekedni, mint lifttel. Mert azt látja elvileg, hogy én hanyadik szinten vagyok a lifttel. Vagy nem biztos, hogy látja, de lehet. Igazából az lenne a legjobb, hogyha lépcsőn szinteznék, járkálnék a szintek között, csak ugye ahhoz külön kulcsok kellenek. És akkor most hova kell mennem? Várjál akkor pillanat. Megnézem a tükröt még egyszer. Most már elvileg mutatni fogja, hogy hova kell mennem. És akkor elkapjuk. Dia, nagyon szépen köszönöm a már 1000 forintot. Szia, Owen, fogsz jönni a Sleeping with Sirens-re? Hát az nem is tudom mikor lesz. Az most lesz, nem? Hétvégén. Arra már nincsen jegy szerintem. Sajnos. Párom nagyon szereti elvileg. Párom nagyon szereti elvileg, de sajnos. Menjél az első emeletre, a fürdőszobában, mi csak úgy megjelent. Oké, rendben. Oké, oda megyek, bro, köszönöm szépen. Szóval nem hiszem, hogy arra el tudok menni, mert már jegy sincsen elméletileg arra a koncertre.
De hát sajnos, uaj, így jártam. Na akkor első emelet, let's go. Okés. Vajon itt van ezen a szinten a Jimmy? Oh my god! Még szinten van. Itt vagy? I'm here. Persze, hogy az első szinten van a rohadék. Down here. Nem lehet ide csalogatni a második emeletre? Ne menj le, te hülye! Nem lehet felcsalogatni így a emeletek között? Az rohadt jó lenne. This way. Persze, hogy nem. Első emelet WC-be kéne bejutnom. De az a baj, a kuglikopasz ott van. És az lenne a legjobb, hogyha tudnám így a szintekhez így felcsalogatni, de nem. Csak az első emeletnél van. Ez fantasztikus. Nem, az a harmadik emelet, azt félreérted. Azt félreérted, mert az a másik szellemnek a kezdése, elméletileg. Amíg Jimmy-t nem láttuk, ne legyen vége a live-nak. Hát hogy ne? És hogyha olyan pró leszek, hogy egész éjjel itt vagyok, akkor mi van, tesó? Hé! Hey. Hey! Nagyon messze van. De most elkezdett felém jönni. Mi lenne, hogyha... Mi lenne, hogyha felmennék a második emeletre, lifttel, becsalogatnám valamelyik szobába, és aztán le az elsőre, hogy legyen időm beszélni Dr. Bosszal, meg minden. Ez a terv. Nagyon lejöttem. Ide nem kellett volna. Ide nem kellett volna lejönni. Szóval legyen ez a terv. Mit szóltok hozzá? Mert most ugye nem szobában kell majd beszélnem a Dr. Bosszal, hanem konkrétan egy nyílt területen. Lehet azt kéne csinálni, hogy most kéne megnézni a másik szobákat. Amíg van idő. Nem, a másik szintű szobákat most át tudnám nézni. Ott van az első emeleten. De ha itt lesz a második emeleten, ezt a játékot letőlem, most ott rohadjon meg, ahol van. Második emeletre jöttem, ugye? Igen. Ugye? Igen. Jó. Most van időm átnézni, amíg nem jön át. Van időm átnézni a szobákat. Dik már itt van! Öcsém, ez az ember! Jó van, de legalább ez is megvan. Ez az item. Nem le... Ezt nagyon szeretem. Nagyon szépen. Én lefogom. Én. Á, mindegy, hagyjuk. Yoshi! Nem mered ezt kirakni Discord szerverre profilképnek. Gyerünk, Yoshikám. 201... Jó van, oké, hallak, te kis kopasz. 201-hez biztos, hogy nem lesz kulcsom, arra emlékeznék. Persze, hogy nincs. My God! Igazából nem baj, ez most így. Most lehet le kéne mennem. Vagy menjek tovább nézegetni szobaajtókat, ez a kérdés. Hugo Punch, igen. Köszönöm szépen egyébként a reakciókat, ezeket a százasokat, meg ezeket az emojikat itt repkednek. Nyomogassátok gyorsan őket, nézzük meg, hogy milyen, amikor gyorsan nyomogatjátok őket. Itt ilyen százak jönnek, meg emojik, nyomogassátok a reakciókat! Nézzük, hogy milyen. Mennyire van messze? I'm here! Na?
ez elég távol hallatszott, de nem merek kimenni. Nem merek! Beszorultam! Megint becsalogatom ide és lemegyek. Ez lesz a legjobb. Lemegyek az elsőre és folytatom Dr. Boss küldetését. Addig jó, amíg nem üt meg, mert ha megüt, összes cuccomat el fogom veszíteni. És ha elveszítem a cuccaimat, soha nem fogom őket megtalálni újra. Vagy igazából meg fogom találni nyilván őket, de... miközben keresem is széjelveri a seggemet, akkor megint elveszítem. Szóval egy esélyem van úgymond. Vagy teljesen kitanulmányozni ezt a játékot. Na, meg lesz a 6x6? Vagy meg lesz a 6x6? Megint sikert hatodjára fogom becsalni őt a WC-be, gyerekek. Ez iszonyat. Mit javasoltok? Menjek a lifthez, vagy menjek tovább nézegetni szobákat? Nagyon fontos lenne, hogy a 202-es ajtót meg se próbáljam kinyitni, mert az elvileg sötét. 203-astól kezdve egészen a 207-ig át lehetne nézni, vagy csak 206-ig. Azért lenne érdemes átnézni a szobákat, mert több kulcsom lenne, és meg lennének a többi itemek. Viszont nagyon közel van, a 201 nagyon közel van a lifthez. Mire meghívom a liftet, lehet elkap. Nem tudok lemenni lépcsőn, mert nincs kiítva a második szintű lépcső ajtó. Szóval lehet, hogy kockázatos lenne itt a lift mellett megpróbálni meghívni azt a liftet, mert lehet, hogy utánam jön. Melinda, nagyon szépen köszönöm a 400 forintot, Jimmy, a Kopesz Barack. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm, Melinda. Köszönöm szépen neked. Szóval én azt mondom, hogy kimegyek, és balra megyek tovább, és a 203-asba kéne bebújjak. Ez most nagyon nagy terv, hallod? Nagyon átgondolom az egész gameplayt. Extrém fokozatom van. Nem akarom, hogy elkapjon egyrészt azért, mert akkor biztos valami olyan feladatot adtok nekem, ami rohadt kínos. Másrészt meg nem akarom elveszíteni ezt a rengeteg itemet, amit már összegyűjtöttem. Szobákat kér. Igen, szoba. Én is azt mondom, hogy szoba legyen. Jó. Kimegyek? Balra? 203. 202-t felejtsd el. Let's go. Go! 202? Ide be tudok menni. Oh my god. Jó, crossbow megvan. A 202 szemben fekete szoba. Azt felejtsük el. Mellettem még vannak szobák, oda kéne bemenni. Ez most nagyon távol hangzik, úgyhogy megpróbálok kimenni. Azért mertem nagyon kimenni, mert csak egy oldalról tud megtámadni, illetve nagyon messziről hallottam a hangját. Ezért mert, nagyon jó, 204, tökéletes. Na, még egy stukkel, miért nem lőjük agyon? Szóval nagyon-nagyon távol hallatszik a hangja, akkor talán megmerem azt kockáztatni, hogy kimegyek egy a másik szobába. Meg itt ugye most az a jó, hogy csak jobb oldalról tud megtenni, mint egy fal van. Viszont van még velem szemben egy 205-ös ajtó, azt is át kéne nézni. Csak nem tudom, hol van. Mert nem beszél. Keveset beszél. Ez ilyen türelmi játék. Azt, hogy el foglak kapni. Én ezt elhiszem. Ó, hogy a... azt lehet tudni, hogy milyen van zárva? Ott is ott van egy, ez itt, tesóm. Lehet ott van bent az egyik barátom. Köszönöm, Ender Máté Kraft, köszönöm szépen a 2 hónapos tagságot neked, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha továbbra is ilyen nyuszi leszel, akkor ban. Nem vagyok nyuszi! Nem vagyok nyuszi, az miért nyuszi, hogy taktikásan játszok extrém fokozaton egy játékot? Azt mondja, szerintem rásolj rá. Persze.
olyan jól taktikázok meg minden, érted? Olyan jól taktikázok, most az ne zavarja olyan benneteket, hogy hogyan oldom meg ezt a problémát. Nem akarom elveszíteni a hajamat. Maja! Viszont van a 204-es kulcsom, gyerekek. Áááá, ez az! Tudod, hogy mi fog következni, ugye? Mi fog következni? Na? Hó, nagyon kapni fogja ez az ember. Fú, de kapni fogja. Igen, nézem el ezt a felsorozatot, igen. Nem viszem ki, hát ez hosszú játék nagyon. Egy live alatt ezt nem tudom végigvinni. Jimmy? Ez a game, ez durva. Igen, igen. Pontosan. Most ide csalogatom és rázárom az ajtót. Hey! Rá fogom zárni. I'm here! Igen, már jön. Már hallom, hogy kopog a lakcipő. A nemecsekernő cipője, hallod? Down here! A Kovacsal nem tudom mi történt. Lehet elhasználódott. Nem ő volt a izé, a mosogatószer, vagy mi? Oké. Azt mondja Yoshi, hogyha bezárom, akkor nézz ebbe a kulcsukon. De hogyha Yoshi miattad, meg fogok dögleni. Azt mondja, miután rázárom az ajtót, Yoshi azt mondta, hogy nézzek rá a kulcsukra. Gyerekek, bízhatok a Yoshiba szerintetek? Szerintem meg akar engem ölni a Yoshi. Szerintem a Yoshi engem meg akar tréfálni. Szerintem a Yoshi engem be akar csapni. Azt mondja a Yoshi, hogy bízzak benne. És megint sikerült, hallod, nem tudom mi történt ezzel a Gameskóval, ezt a taktikát alkalmazva, eddig 6-ból 6, vagy hát már 7, nem is tudom, 7 vagy 6 csalogatásnál konkrétan folyamatosan bejön a csávó, bebújik. Ez tökéletes. Hallod? Ez a taktika, ez működik. Lehet, hogy időigényes, de működik. Folyamatosan be tudom izzálni az embert. Azt írjátok, hogy bízzak benne. Jó, Yoshi, most utoljára esküszöm neked az életben, kapsz tőlem egy esélyt. Azt írja, hogy 100% Yoshi garancia. Én nem bízok benne, Yoshi, többször is átvertél már az életben. Én barátságot nyújtottam feléd, te meg átvertél. Átvertél, Yoshi. Na jó van. Legyen gyereknap. Nincs ott semmi. Yoshi, nem volt ott semmi! Itt jártam már? 206? Gyerekek, nem volt ott semmi! Aj, harmadik kulcs, nagyon jó! Harmadik szintű kulcs is megvan. Akkor nézz ebbe, mikor birizgálja! Hát ember! Nekem azt honnan kellett volna tudnom? Jaj, azt akkor nézze ebben, mikor birizgálja a kulcs. Ne, Istenem. Miután elkezd lockpickelni. Jó van, oké, rendben. Jó. Akkor majd mindjárt megpróbálom még egyszer. 206? Hol vagyok én? Most 206-os szobába. Tökre olyan hangja volt, mintha elment volna. Mint hogyha bezárta volna az ajtót, és lement volna. Nem bízunk Yoshiban, természetesen. Ezzel én is így vagyok. This way. Jimmy, itt vagy? Hát hogy ne lenne? Jimmy ne lenne itt? Hát Jimmy, ahol haj van, ő ott van. Jó, akkor most kijátszom megint. 207-es... Jimmy? 207-es ajtót nehogy megpróbáljam kinyitni, mert abból problémák lesznek.
Gyere, Jimmy-kém! Gyere, Jimmy! Hey! Hallod, extrém fokozaton rohadt jól tolom, most mi bajotok van? Hallod? Mi bajotok van? Az én gamer specializál... Hallod, olyan jól tolom ezt a gameszkót, érted? A kopasznak esélye sincs, érted? Melbe lerakom az embert. Melbe lerakom, érted? Pro vagyok. Így kell játsz ezt a játékot. Extrém fokozat. Legnehezebb fokozat. Down here. Most hol van már? Gyere már. Öcsém, ez az ember eltévedt. Ez süket ismer. This way. Nem kóser. Te nem vagy kóser. Nem tudtam, hogy akkor nézzek be, mikor piszkálja az árat. Jimmy. De jó, majd lesz még ilyen lehetőség. Gyere már. Én ezt nem hiszem el. Szerintem megunta az, hogy állandóan bezárom a WC-be. Vagy be kell menni a WC-be. Mondjuk én is én nekem is elegem lenne belőle egy idő után, folyamatosan a WC-be kell mászkálnom. A most írta a játék, hogy közel van. Na most szóljak rá egyet, és akkor elvileg bejön. Na? Hallod, ez az ember be van rúgva? I'm here. Nincsen, ez a szobához nincsen sajnos. Na végre, Jimmy-ké, megtaláltad a szobát? Mi nem találtad meg? Megvárjuk, amíg kinyitja az ajtót, hogy lássa. Gyorsan elbújunk. Látta, hogy bebújok. Én azt hiszem, hogy elmegy, de tudjuk, hogy nem megy el. Yes! És most hallgatózunk. Ismét. Gyerekek, ez a technika... Ez a taktika, ez működik. Így kell lebítelni ezt a játékot. Igaz, időigényes, macerás, de 100% biztos. Szerintem tényleg volt valami patch ezzel a játékra, mert emlékszem, nagyon sokat kellett időznöm, tudjátok, mindig visszahívkáltam a szobába, sose bújt be. És most eddig egyszer nem volt az, miután ide bejöttem, vagy miután így behívtam, egyszer nem volt az, hogy ő kiment volna. Mindig bebújik a WC-be. Lehet hasmenése van. Vagy tudja a franc? A lényeg az, hogy működik. 8/8. 8-ból 8 alkalommal bebújt a WC-be. A kugli kopasz. Konkrétan. Trovon nem live-olok, srácok. Trovon már nem nagyon lesz sajnos livestream. Mert a Trovon elrontotta. És hát nem rontotta el, de megszüntette minden magyarral az ott lévő szerződését. Nem tudtunk mit csinálni. És már nem érte meg, hogy ott legyünk. Nyilván... Hát sajnálom, ez van. Nagyon-nagyon-nagyon ellene lett az... Nagyon kevés ember tartott meg, mint partner. És se nektek nem érte volna meg, se nekünk. Ezért én visszajöttem YouTube-ra. Megcsináltam a 200 forintos tagságot. Aki számomra mindenkinek elérhető, amúgy sem nagyon sokan szerették a Trovót, valakinek nem bírta a telefonja, a YouTube-on vannak beállítások, ilyenek, szóval én most már csak YouTube-on fogok élőzni, videózni, ott van a másodlagos csatornánk is, amire már vlog, meg podcast adásokat csinálunk az Onakatesommal, úgyhogy azt is tessék bekövetni, esetleg az egyik moderátor belinkelni, azt megköszönöm. Na, közben igen, tessék, bejött a WC-be, ott van, érted, arra vár, hogy én kimenjek. Hol is vagyok én most helyileg? Jó, mindegy, let's go. Let's go. Yoshi taktik, azt mondja, Yoshi taktik. Menjél már! Az a baj, hogy nem volt időm ránézni, hogy még hova megyek be, mert annyira közel volt hozzám a másik szoba miatt, annyira közel volt hozzám, hogy az első hely, ahol bementem, az egy sötét szoba. Várjál, Yoshi írt nekem egy taktikát. Készülj fel, amikor jumpscare-rel nyomd meg a gyorsan az Alt+F4-et, és akkor nem halsz meg. Oké, és hogy nyomjam meg úgy hirtelen, érted? Tehát, hogy... Zsombor, köszönöm szépen a 200 forintot. Tehát, hogy honnan tudjam, hogy mikor kapom a jumpscare-t, Yoshi, érted? Tehát, hogy... Oh my god! Húha! Sötét szobába jöttem. Igazából addig nem baj, amíg nem tudja, hogy itt vagyok bent. Addig nincs gond, de ha megtudja, hogy itt vagyok bent, végem.
Szóval így csöndbe vagyok, az jó. Innen csak úgy tudok kimenni. Kap be. Csak úgy tudok innen kimenni, hogyha megvárom, míg tisztes távolságban nincs, és akkor átmegyek a szembe lévő szobába. I come in now! Ezek a hangok. Nem tudom, ti halljátok, amiket mond ez a kopasz. Nagyon levettem a hangot. Hallgassátok már. Ilyet mond Alt F4. Hát igen, hallott, azt mondta nekem a Yoshi, hogy ha nagy jumpscare van, akkor nyom. Igen, amikor én így széjjel kocsonyásodik a testem, amikor megijedek, akkor én még nyomjak egy Alt F4-et. Hát minek nézett ember? Zsobó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kokonosi tagságot, üdvözlünk téged is itt velünk, köztünk Zsombor, gyere fel Discordra, és te is nyereményjátékba, te is részt fogsz venni egyébként. Most azért várok, hogy... Hát ez ilyen... Nincs is közel, de nincs is messze. Talán, hogyha még messzebb mennél, kedves Jimmy, akkor bátrabb lennék. De nem tudom kipróbálni, Yoshi, mert ha megijeszt, megijedek. Nem tudom, hogy közben megnyomni gyorsan az Alt F4-et. Max, ha én rácsapok izomból az egész billentyűzetre, azt max eltalálom akkor. Tehát ez most, ez hogy képzeled, hogy így játszik egy horror játékkal, és így wow, megijesztenek, és akkor te így, és így Alt F4? Hát a te fecskegacsás kistested is így biztos így blablabla, te se tudnád megnyomni? Haló? Fecskegacsás... Fecskegacsás kistested... Nem lehet ezt így megcsinálni. A nyereményjáték az úgy lesz, hogy szombaton a csúcsúcsász 100%-ig végigjátszása alatt 5 csúcsúcsász mintával ellátott párnát és 5 kuponkódot fogok kisorsolni, magyarul 10 nyertes fog csatornat tagok között nyerni tőlem. Vagy párnát, vagy kuponkódot a videós boltba. A kuponkód az ugye annyi, hogy 10% le fog jönni, ha esetleg vásárolsz valamit a videós boltból, az én termékeimből természetesen. A párna meg hát csúcsúcsászos párna. Úgyhogy én ezt szombaton tervezem megcsinálni, amikor teljes egészében végig fogjuk játszani a csúcsúcsászt, úgyhogy elkezdem, mit tudom én, délután 2-kor, vagy 3-kor, és akkor megpróbálom egy live alatt végigjátszani. Összeszedünk minden üzét, festéket a játékba, és a többi. Ha jól leszek, mert pénteken megyek... Új, ez nagy... Lehet meg fog ijeszteni minket. Készüljetek! Na? Ijesztés? Innen valahogy ki kell mennem. Innen valahogy ki kell jutnom. De persze lekempelte az ajtót, tehát nehogy azt hidd, hogy... Nehogy azt hidd, hogy olyan egyszerű innen elmenek. Most le vagyok kempelve. Le vagyok kempelve, srácok. Le vagyok kempelve. Ez Zambó Jimmy kopaszan? Lehet, Ricsi, nem tudom. Most hol van? Az a baj, nem merem ide csalogatni, mert ha bejön nekem, végem. Most nagyon csöndben van, tuti kempel. Azt hiszi, hogy ki fogok menni, mert hogy azt hiszem, hogy ő elment. De Péter ennél sokkal okosabb. Mert hajam van, és nekem az eszem a hajamban van. Minél hosszabb a hajam, annál okosabb vagyok. Milyen hülyeségeket bírok én összeordani amúgy nap, mint nap, ez beszarás. De most tényleg mit csináljak? Mennyire van messze? Down here. Jó, leszarom. Jó, megúsztuk. Store room, az sem rossz, ha van. Kompasszunk már van. Szóval itt csak egy store room volt. Oké, az sem baj. Viszont akkor megint most nekem balra kell, hát jobbra igazából, amikor kimegyek. Ez is elég messziről hallatszott. Jó, figyelj, legyen úgy. Kimegyek, nem leszek egy kis izé. Ennyi. Kicsit bátrabban. Halljuk, hogy messze van.
ott a 214, na be tudom zárni ide, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mi történik akkor, amikor piszkálja a zárat. Mit szóltok hozzá? Mit szóltok hozzá? Ugye az előzőleg azt mondtátok, hogy akkor nézzem meg, amikor piszkálja a zárat. Jó, most megnézzük. Úgy, egyébként a játékról már van teljes végigjátszás a csatornámon, egyébként csak nem extrém módban. Viszont ha meg szeretnéd nézni Jimmy? A teljes végigjátszást, akkor a... Konkrétan van is egy lejátszási lista ennek a játéknak, úgymond a csatornámon. Nyugodtan nézzétek meg, 20-20-ban játszottam vele először. Úgyhogy mindenkit szeretettel várok, ott nézzétek vissza. Ebben a játékban nem is viszem végig, de hát ugye meg szavaztátok, hogy legyen úgymond egy kis különkiadásként, úgyhogy... Úgyhogy ja, ezt a játékot már végigvittem egyszer, csak nem extrém fokozaton. Úgyhogy egész pontosan meg lehet nézni, ott van fent. Nézzétek majd meg, aki még nem látta. És megint sikerült szerintem bezárni. A Jimmy Live az 18 órától tart, igen. Halál lesz a vég. Jó van, a live végén megöletem magam, mit szóltok hozzá? És akkor valaki tehet fel nekem egy kihívást. Felhívjak valakit, vagy valami ilyesmi, vagy bármi. Uncsimat, anyámat, vagy bárkit, igazából tök mindegy, csak így meg tudjam nektek csinálni azt. Na, azt mondja, 214-es szoba, nagyon jó. Most figyelj! Mi történik akkor, hogy itt nézem? Jó, most a live végén már így benne vagyok ebben. Zsombor, köszönöm a 200 forintot. Ilyenkor mi van? Most elmileg már kinyitotta az ajtót, nem? Nem nyitotta már ki az ajtót? Tehát nincs beleprogramozva a játékba. Tehát nem látom ilyenkor. Most elfordulok, azonnal meghalok szerintem. Elfutok előtte. Jimmy off call, érted? Nem tud kijönni az ajtó, mert nincs megcsinálva a játékban maga a mechanika, érted? Tehát nem tud kijönni engem megijeszteni, nem látjuk, ahogy kijön. Most akkor mit csináljak? Már kinyitotta, de még mindig ott van bent. Várjál, figyelj. Hol a csávó? Mi ez a gameszkó? Nem ott kellett volna leütnie? Mi ez a gameszkó? Hey! Mi? Hova tűnt a faszi? Nincs. I'm here. Hallod, tehát meg ki se jött, hogy mi van? Ennyire ráfeszültem, azt olyan hülye, mint a seg.
Jaj, ne! Down here! Jimmy elment a backroomsba. This way! Nem mondod, hogy mögöttem van. Mögöttem van? Ha mögöttem nem tud. Jimmy? Hey! Velem szembe van most, nem? I'm here! Down here! Mi ez a Gomez-kú? This way! Előrébb jövök, ott megöl? Nézzük meg. Jimmy? Hát ez a játék! Mondom, a live végén megöletem magam, de... Jó, igazából úgy tudom megöletni magam, ha elfordulok és vissza. Hey! Vagy lehet már mögöttem van? Mondjuk akkor már automatikusan megütnett volna, nem? Hallod? Meghalt az anyja, meghalt! Tényleg amúgy lehet, kapott egy ilyen szív. Oda előre elmegyek, akkor már megöl. Az biztos. I'm here! Nagyjából már nagyjából tudom is, hogy működik maga az egész játék mechanikája. Tehát nem tud megölni, mert nincs bele animálva a játékba, hogy rád jön. Most csak lesz quietly. Figyelj! Oda megyek, leüt. Figyeld! Csak így tud megölni. Csak így tud megölni a kugli kopasz. És most elhúz magával egy sötét szobába, elveszi a cuccaimat. Ti hallod? Já! Na jó, amivel meghaltam, és én azt ígértem, hogy valaki tehet fel nekem egy kihívást, mert ugye, hogy arról szólt a live, hogyha elkap a Jimmy, akkor meg tudtok engem büntetni. Ha esetleg van valakinek valami kihívása, akkor esetleg... Hát úgy egyszerűbb, ha donate-be látom. Ugye 400 forintért már lehet üzenetet küldeni, 200-ért azt hiszem még nem. Úgyhogy ha akar valaki, akkor én most megcsinálom. Azt mondja nekem a Yoshi, hogy jó béna vagy. He, hallod? Hát direkt haltam meg. Direkt haltam meg, Yoshi, itt szórakoztunk már vele, vagy 6 évig. Azt nem akarta megölni. És ilyenkor ugye elveszítettem a cuccaimat. Ennyi történt. De úgy egyszerű a játék. Figyelj, most már rájöttem. Figyelj. Down here! Szólt egy szót is. This way! Jimmy? Nem vagy itt? Hey! Nincs ezen a szinten. Csináljak 10 fekvét, hogy hívjam fel Misit. Jó, oké, köszönöm szépen az 1000 forintot, de oké, fej van Misit, de mit mondjak neki? Tehát, hogy ez így önmagában... Nem mondjak neki semmit? Vagy így... Ha lehet, akkor inkább Misit választanám, mert edzeni úgyis fogok este, szóval... Jó, ha fej van Misit, de mit mondjak neki? Azt nem kéne? Ajaj! Ajaj! Jön a kugli! I'm here! Ez kopasz kugli jön utána, figyeld! Down here! This way! Ott látszik az árnyéka valahol amúgy, hogy ott áll ilyenkor? Ott van velem szembe most, de nem látom, hogy ott lenne. Legyen kínos csend. Hitesd el, Misi, hogy ő hívott téged. Oké, akkor összehoztuk. Na várjatok. Figyelj. Nem öl meg. Lecsapassam még egyszer magam. Rexona, köszönöm szépen a tagságot. Na ilyenkor van gáz, gyerekek. Most újra fogja rúgni az ajtót, mint annak a rendje, figyeljétek. Figyeld a kopaszkúli fejét, figyeld.
Figyeld, most azt hiszed, hogy így áll, nem, semmi baj. Figyelj. Figyeld. És most. És most így. Ááááá! Nem! És nem! Azért kapod, mert megérdemled. A kihívásom, hogy vegyél fel barátnak, és ha vége lesz a császnak, majd legyen egy SCP célkövileg nagyon jó Gomezku eskü. Rendben, rendben, Minecraft, köszönöm szépen az 1000 forintot, és Rexina, téged pedig üdvözlünk a csatornán. Jó, akkor Misit felhívom, és ejtettem vele, hogy ő hívott. De nem mondjátok meg neki, hogy itt vagytok. Na. Nem fogja felvenni. Egyáltalán ez a száma, mert van neki egy új, nem? Igen. Nem veszi fel, Misi, miért nem? Öcsém, ezt az embert elérni, te? Hallod? Hallod, hamarabb tör ki a negyedik világháború. Ezt komolyan mondom. Ilyenkor már alszik? Vagy mit csinál? És várunk és nézzük. Ilyen. Igen, jó lenne, ha fel is venné. Ja, nézi a live. Remélem nem nézi. Nem szokottam úgy nézni. Ráhel, gyere, kérlek. Ó, begörcsöltem. Help. Ó, várj. Ó, öreg vagyok. Ó. Jó, figyelj. Igen. Lehet valahogy valamilyen tolószéket van. Nem viccelek! Nem fog innen tudni felállni. Innen most nem... Ráhel, innen nem fog tudni felállni. Ne neves, esküszöm, hogy ez most nem vicc. Nem. Megrándult a hátam. Esküszöm. Most kurvára fáj a hátam. 31 éves vagyok. Én már... És nevetsz? Ki nevetsz? Kell egy tolószék. Most! Mindjárt segítek, várj egy picit. Jól nevesem. Most, hogyha le lenne tőből várva a kezem, akkor is előbb kiröhögnéd magad? Nagyon fáj a hátam. Ez a szeretetem jelen, hogy előbb röhögök, és utána segítek. Segíts fel. Óvatosan! Óvatosan! Semmit nem csináltam. Ne ilyen erősen! Milyen erősen? Nem csinálok semmit! De most, jó, látják, hogy kék az alsó betyám, most az nem baj. Várj, lassan! Oh. Jó, feküdjünk le az ágyba! Az ágyba fektes le! Az ágyba fektes le! Úgy, de lassan! Azaz! Úristen, Peti! Ne! Ott az fog meg! Igen? Jó, most! Most lassan! Oh, hú! Mit csináljak a lányokat? Szólj oda, légy szíves nekik, hogy egy pillanat! Na! Csak szólj nekik oda! Csak így! Gyerekek! Úristen, nem-e ronda vagyok? Úristen! Sziasztok! Vége van a live-nak, vagyis lesz, nem tudom, hogy hogyan kell ezt kezelni. Péter meghalt. Mit csináljak, Peti? Légy üve! Hívd az ügyeletet! Mit? Ezt nem hiszem el! Ó, várjál! Tényleg hívjak orvos? Nem, mindjárt jó lesz, várjál. Nyújt, fogd meg a kezem? Igen. Fogd meg a kezemet és... Igen. Nem tudom, a lábamat is. Hogyan? Nem tudom, hogy tudod, van az a Gilbert mozdulat, vagy mi, azzal sikerülni fog. Mivel?
most húzd meg! Húzd meg most! Ott fogd meg! Igen? Tolj! Ez az, igen! Na, ez az, ez az, ez az, most! Ah, igen! Igen? Most jó, most, ez így most jó lesz. Édes jó Istenem. Most jó lesz. Én nem hiszlek el, komolyan mondom. Én tartok. Oh. Jó vagy? Igen, igen, most, most jó lesz így. Élsz még? Igen, csak... Oh, szerintem azért, mert ugye edzek és most... Oh. Hú. Kész vagyok tőled, esküszöm. Á, sírok. Ez most viccen kívül tényleg fájt. Hát én meg tényleg sírok. Oh. Jó, na. Jó vagy? Igen, csak ugye megijedtem váratlanul, és ugye toltam egy ilyen szamba mozdulatot. Szamba és valószínűleg itt alul alapból fájt, ugye mondtam neked, hogy szoktam edzeni, és most nagyon fájt. Áááá, és sírva fogok. Oj. Oké. Jaj. Na, visszahívom. Mihályt, mert azzal még tartozok nektek. Vedd már fel te meg, te kolács képű! Nem veszi fel. Már jól vagyok, igen, csak meghúztam, ez még holnap is fog fájni. Nem, Misik, nem tudom elérni, gyerekek, ne haragudjatok valaki mást esetleg. Jaj. Ah, oh. Oh, de rossz volt, úristen. Most így ülve talán egy picit jobb. Vége van az élőnek, csak már felszeretnék valakit hívni, mert azt kértétek, hogy hívja fel, de Misi nem veszi fel. Lehet alszik. Ah! Oh! A hátam. Hú. Életem legjobb live-ja, köszi szépen. A kívásodat megcsinálom, persze, játszok majd az XCP. Oh, az XCP-vel. Hallod, annyira nem számítottam rá. János Iger, nem tudom. Hívjam fel az édesanyámat? Jaj. Lehet, hogy becsípődött, nem tudom. Most így annyira nem fáj, de nem merek megmozdulni annyira. Igen, olyat rám vert amúgy a Jimmy, hogy a hátam... Nem, mert amióta edzek, alapból nagyon nagy izém van. Izomlázom a lábamba, a hátamba, mindenhol, mert ugye kardiózok, és az ugye nagyon megmozgatja az embert, és most szerintem úgy rándultam meg hirtelen, hogy amúgy alapból tudod, meg van terhelve az izmom, mert minden nap edzek konkrétan. És így szerintem az volt a baj, de szerintem nem csípődött be, csak annyira megrántottam ugye az alapból izomlázos hátamat, hogy ez iszonyat rossz érzés volt. Röntgen holnap. Azt mondja, engem hív. Jó, Istenem. Ne neves ki! Ilyet azt az öncsik, tetszett az. Hát igen. Hívjam fel a Bencét, azt mondjátok? Jó van, felhívom. De cssss. Mindenki alszik. Thank you.
alszik. Segítettet tudok elérni. Na, Mihály hív. Misi hív. Na csá! Na csá, mondjad! Mi? Hát hívtál. Te hívtál engem háromszor. Én? Igen, itt van, megy, 3 perce, 8 perce. Nekem meg úgy van ide írva, hogy Mihály. Hívtál egy olyan 20 perccel ezelőtt. Én nem hívtam. Dehogy nem, hát itt van, lefotózzam. Hát én is tudom fotózni. Pety megy 20 óra, 06, 07 és 12. Miért az a nevet, hogy Pety megy? Nem, ez a nevet, hogy Pety megy. Ja, hogy az én nevem az, hogy Pety megy. Igen. Na, de miért hívtál, Misi? Nem hívtalak. De hívtál! Mondom, hogy nem hívtalak, baszod. Hát nem itt csöngött a telefon? Azt hiszem, Mihály. Hát itt van, háromszor van. Három nem fogadott hívásom van. Kitől? Jaj, tőlem? Igen, hogy te most hívtál engem. De Misi, én nem hívtalak, én azért csörgettelek meg egyszer, mert hívtál engem. Korábban. Megkérdezni, hogy mondd. Csak live voltam. És nem tudtam akkor beszélni veled. De hívtál. Live közben. Tudom, hogy live-os. Hallod? Én tudom, hogy live-os, de nem hívtalak, esküszöm. Hát itt most nézem az izét, a telefonomat, mert közben mit tudom én is, mit csináltam, filmezek, azt most nézek rá a telefonról, azt mondom, háromszor hívtál. Akkor valaki más, esetleg a másik számodról? Mert lehet, hogy az izé, azt gond... Az nincs is benne. Mi? Az nincs is benne a telefonban. Ja, már az nem létezik? Az nem létezik a másik telefonszámom. Mert nekem két szám van, és a Mihály Mihály, mind a kettőnek a neve, és így... Hát most, hát mindegy, hát most ez az én számom, amit most hívtál, de hát most ezt már beszéltünk. Mondjad, mit szeretnél? Semmit! Hát te hívtál engem, bro! Nem hívtalak! Miről? A podcastokhoz beszélni, vagy miről? Milyen podcastről? Hát mondtam, hogy azt majd csináljunk, de te miről szeretnél? Misi, te hívtál engem 20 perccel ezelőtt, amikor live voltam. Még a live-ba is mondtam, hogy hívtál, és nem tudtam most felvenni. De most mondom, visszahívlek, erre megkérdezi, miért hívtál. Te miért hívtál engem? Hallod? Te ne szórakodtál már velem! Kiraktam egy videót, azóta sem a telefonomhoz nem nyúltam hozzá, mert semmihez. Filmet nézek. Na jó, hát akkor mindegy. Hát te most szórakozol velem, Péter? Mi? Haló? Haló? Szórakozol velem? Na várja, felmegyek, élőzöl még. Nem, már nem megy. Ne aggódjál, most nézem. Itt élőzöl, te itt szólsz, röhögtek rajtam 1060-an. Hát csak tézem, én mondom, mit hívott ez engem háromszor? Azt mondja, 1060-an. Hát annyian vagytok most, 1060-an. Nem rajtad nevetünk. Az volt a kihívásom, hogy felhívjanak és hitessem el, hogy te hívtál. Ez volt a kihívásod? Igen, mert a Jimmy Live-ot megszavazták a nézők, és már meghaltam, akkor adhatnak egy kihívást nekem, és ez volt az. Mi majd nem a pudin ülök, azt akkor vettem fel. Amúgy. Jó, hogy nem fészkam majd, na hello, Mizu! Igen, mi van? Várjál meg, kitörlöm! Ó, az előtt nagyon becsípődött a hátam. Na. Megijedtem a Jimmy-től. Ja. Na, akkor szia, igazából majd azért mondd meg, hogy miért hívtál. Háj, jó gémet, jó elvonást. Szegény. Azt mondja, már nem bírtam visszatartani. Nem tudtam már. Szegény amúgy. Ugye itt még hogy hitegetett, tegyem a szívén. Nem. Nagyon jó. Misire is iratkozzatok fel, srácok. Ő is YouTube-on van, ő szokott élőzni. Stumble Guys élőket, meg ilyeneket csinál. Hátam. Na szóval, hogy... Én nagyon szerintem köszönöm szépen, hogy itt van. Hátam, de fáj. Rohadt élet. Nem tudom, hogy mi lesz így. Lehet, hogy nem kéne most meleg vízbe. Lehet csak tusol, nem, mert félek, hogy begyullad, azt akkor meg felkelni sem bírok. Na, a lényeg annyi, srácok, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm.
mindenkinek, aki itt volt, és jól érezte magát ebben az élőadásban. Remélem, jól éreztétek magatokat ebben az élőadásban. És azért ez tényleg vicces volt. Majd még ilyet csinálhatunk, ilyen kihívásos dolgot szerintem. Én szeretnék most tőletek elköszönni. És holnap lehet, hogy videóval fogok jelentkezni. Holnap után biztos, hogy videóval fogok jelentkezni. És akkor hétvégén pedig ugye szombaton megpróbáljuk megcsinálni a Csucsú Csánsz élő adást. Remélem sokan eljöttek, és remélem én is olyan állapotban leszek a fogorvos után, hogy tudok majd normálisan beszélni veletek. Ez majd akkor fog kiderülni, majd esetleg Facebookra vagy YouTube közleménybe majd kiírom, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb, és remélem tetszett nektek ez a különleges Jimmy Live, sokat nevettetek velem, meg ilyesmi. Természetesen fennmarad az élőadás, az eredeti Jimmy végigjátszást pedig megtaláljátok a csatornán elejétől a végéig. Ez egy ilyen kis külön kiadás volt, néha fogunk ilyet csinálni, hogy ti döntitek el, hogy milyen élőadás legyen aznap, és akkor írhattok mindent. Látjátok, ezt is megírtátok, lett is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, köszöntöm az új tagokat, gyertek fel a Discord szerverre, sokan beszélgessünk, ilyesmi. Úgyhogy sziasztok, jó éjszakát, és egy tanácsot, hogyha elfogadtok tőlem így utólag, próbáljátok meg nem úgy megijedni egy horrorjátéktól, hogy kiszakad a hátatok tőből. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a viszont látásra, viszont hallásra. Köszönöm, hogy belekövögtél a végébe. Bocsi. Csak vicceltem. Sziasztok!